6 óra 8 perc, egy gyönyörű péntek reggel, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hello Laci! Jó reggelt, sziasztok! Hello Gyuri! Jó reggelt, hello! Anett, milyen gyönyörű vagy ma reggel! Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen! Micsoda haj, dísz, vagy mi ez, haj! Micsoda haj, na, ez a jó készül dísz, ez a jó szó! Köszönöm szépen, igen, tegnap voltam fodrásznál. Jó lett, jó lett. Tényleg jó lett, megérte, nem aludtad el, nem feküdted el. Nem, ülve aludtam. Csinos barna bőruha. Te mit csinálsz ott, Lacika? Milyen hülye vagy? Ez kész. Lacika, hallasz engem? Nem hallasz? Nem, menj még vissza, Lacika, még nem kell a torta. Menj vissza még. Bújj el a tortával. Picit gyorsan bejött. Ez milyen beszélgetünk, és bejön egy ilyen bohóc, egy tortával, ami nincsen gyertya. Ilyen időzítő érzéke, úgyhogy erre Leslie Nielsennek volt a csupasz pisztolyban. Körülbelül igen. De az nincs. A Lacikának van köze a show businesshez, vagy a látványokhoz? Szerintem nagyon szeretne tortát enni, mert gyorsan. Na jó, mindenki tudja, miről van szó. Tudod mit? Te incsél a Lacikának, mert ő nem hall, jó? Jó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweet Annette. Happy birthday to you. Napot. Van gyertya, és csak nem mertük a füstjelző miatt, mert múltkor volt ez a tűzriadó. Igen, igen, köszönöm szépen. A kedvenc tortám. Igen, úgy csináltuk. Mind nagyon szeretjük. Ja, igen. Hát boldog születésnapot. Köszönöm szépen, srácok. Köszönöm. Fiatalabb vagy, mint tegnap. Igen, ez a haj. Jó, most már a haj, de most már felnőttél, kislányom. Ha mocskos gondolatok vannak a fejedben, akkor fordulj hozzám, jó? Akkor elviszünk majd az orvoshoz, felír neked dolgokat, és csak akkor, jó? Nem azt mondja, amikor megszédülsz a diszkóban. Jó, hát eddig még kibírtam, úgyhogy most akkor délután megyek hozzád. Jó, elmegyünk, nem fog fájni, felírja, rendszeresen kell bevenni, és akkor nem apád ne lássa. Jó. Rendben. Akkor ügyelni fogok rá délután. Dr. Kotász? Dr. Kotász, nőgyógyász. Jól hangzik. Anett, hát mi van? Jaj, hát köszönöm szépen. Hát annyira cukik vagytok. Tehát, hogy hihetetlen. Tényleg. De nem, mit hihetette? Te is tudtad, csak ugye nehézséget okozol a te saját címénapodol, hiszen nem, amúgy mindig te vagy a torta beszerző. Igen. Igen, igen. És most ezt ugye nekünk kellett intézni. Igen, komoly felfordulást okozott, ez is teljes tábmunkát igényel. Abszolút, mindannyiunk délutánját elintézte. Én még most dobtam ki tavalyról Gyurinak nem, az asztalán a lapot. Ne felejtsük el, Anett szülinap, nőnap, és ez igaz. Hát igen, egyébként ti nagyon jók vagytok ebben. Én olyan rosszul, hát nem rosszul, tehát nem nagyon jegyzek meg ilyen dátumokat, de tényleg a saját lányom, talán anyukám szülinapja, ami fejben van. Sajátod? Ennyi. Sajátom fejben van, akkor is hezitálok. Igen, mert hogy a névnapom 24, a szülinapom 25, és ez mindig megzavar, és tudom, hogy Steven Tyler 24, most akkor hova tartozom? Jaj, ki is vagyok? Melyik vagyok én? Melyik vagyok én? Steven Tyler? Névnapom van, szülinapom van, ki vagyok én? Hát minden esetre együtt ünnepelsz vele. Én az összes mindannyiótok születésnapját tudom, ha napra nem is pontosan, de így a hónapra be tudom lőni, és akkor van egy naptárom, amiben beírom, hogy ne késsek semmivel, el ne maradjon. Én egyszer próbáltam ki ezt a naptár funkciót, akár hiszitek, akár nem, a telefonomon nem használom, hanem mindent, amit meg kell jegyeznem, azt vagy fejben jegyezem meg, vagy a notes nevű kis izébe beírom. De igen. Hát, hogy az nem figyelmeztet. És múltkor Vilám Gézával volt egy megbeszélt időpontok, hogy megyünk hozzá vacsorázni. Beírta, hogy nem tudom, február 15. És mondom, hogy de írd be, Smolyt Illa mondja nekem. Mondom, hova? De a naptárban, azt nem szoktam használni, akkor most hadd vezesselek be a 2024-be. És akkor megnyitottuk a naptár, és beírtuk. És az ott van azóta. Wow. Tehát, hogy semmi nem történt. Azt hiszem, hogy figyelmeztetek. Kaptál értesítést? Nem. Azt is be kell külön állítani, hogy adjon értesítést. De azt nem állítottuk be. Csak benne van. Jó? Szuper. De néha ránéz, hogy mi a dolgom aznap. Egyébként én vártam, azt hiszem, hogy akkor figyelmeztet egy nappal előtte, vagy valamit csinál. De nem, ez most ott van, és ott van, hogy február 15. És nem mentem el. Azt megmutatta nagy fölényesen, hogy hogy kell 2024-ben rábökni egy naptárra, de hogy egyébként beállítani az emlékeztetőt, azt nem mutat. Azt nem mutat. Mondta, látod, semmire nem jó ez a naptár. Be volt írva, azt mégse voltam ott.
Ennyi. Hát, ja, még ezt nem tisztáztuk le, de mindegy. Nekem nagyon működik ez a naptár funkció. Jelez egy héttel előtte, egy nappal előtte, szóval tényleg nálad is működik. Ezt be kell állítani, hogy egy héttel előtte. Be, hogy értesítsen aznap hány óra, akkor ilyenek, én a villanyórát szoktam így leolvasni mindig, hogy értesítést küldetek magamnak. Hogy? Hát, hogy le kell olvasnom a villanyórát, és el kell küldenem a villanyórát. Ja, mert te leolvasod. Aha, leolvasós vagy. Oké. Jó. Ennek a mai ünnepélyes reggelnek van még egy koreográfiája. Van egy gyere ide be hozzánk. Jó. Most igen. Már, hogy nagy. Egyébként sokan üzenik, azt mondja, Wörsley Freitag, ma ezért drága pici lány, boldog szülinapot kíván öcsi a kamion, és mindenki Anettel van elfoglalva, az Éter Fene gyerekeinek SMS Dream Team nevében is Isten éltesse a bocskocsát, egyetlen hölgy tagját, hénye Anettet születésnapi alkalmából, Pszichó Debrecen, és a Nemzetközi Nőnap alkalmából fogad tőlünk szeretettel egyenként egy-egy szál virágot, és gyönyörű vagy. Tényleg. A legszebb tulipánokat szedtük neked. Te vagy a legszebb nő ebben a kis csapatban. Tényleg. Vitál felül. Igen. Laci egy csomószor versenybe szállt veled, de mindig lenyomtad. Mindig a negyedik lettem. Boldog nőnapot. Igen. Jaj, mindenkit lecsókol ez a gyönyörű lány. Tényleg nagyon szép vagy. Barna bőrruhában, csak mondom a többieknek. Köszönöm szépen. Jaj, Istenem, tényleg. Igazi virágszál vagy. Szebb, mint az összes, amit ott a kezedben tartasz. Én is szeretlek. Közben megkongatta a barna bőr ruháját, mint King Kong. Így szeretlek. Érzelmekben intenzív a kis. Igen, hát ez a kis rövid párbeszédünk, ez a Godzilla versus Kong volt. Boldog nőnapot amúgy. Boldog nőnapot. Ja, előjött bele, nem a 10 után. Nem, minden jó volt. Na, jó reggelt. Nagyon boldog születésnapot kívánunk a mi Anettünknek. Legyen egy csodálatos napot, kicsi lány, üzeni Fati. Jó reggelt, Bocskortin, boldog nőnapot Anettnek, Christnak, Banitának és a Retro összes hölgy dolgozójának, nem utolsó sorban a sok százezer női hallgatónak. Pozsony 3 fok, és onnan üzeni a Nagykozári. Főni, nem kell nektek Pándorfig utazni, fejes haverod most fog kucsú napszemüveget és orocs papucsot importálni Kínából, és még a Stuttgart-t sem kell kitakarítani a fiúk. De Tonyú üzeni, akkor te többet tudsz, mint én, mert mi próbáltuk fejesre felvenni a kapcsolatot WhatsAppon, ugye van egy csoportunk benne, a Dombi Tibi, meg egy-két ember, és nem válaszol. És értem a Dombi Tibinek, hogy nem lehet, hogy Kínában azért elég sok mindent bekorlátoznak internetileg, kommunikációilag, tehát hogy a WhatsApp nem feltétlenül működik. Valószínűleg igen, de ő meg ezt tudja, akkor valóban csak kirakta egy videóban a fejes. TikTokra, Instára szokott azért kommunikálni. Hát, akkor az lehet, hogy megy, lehet, hogy a WhatsApp nem megy. És a Dombi Tibi nagyon-nagyon elkezdett aggódni, és azt mondta, hogy akkor ki kéne szabadítanunk. És akkor erre én készítettem egy tervet, hogy abszolút igazad van, hogy akkor én leszek ENSZ katona, kell nekünk egy harcművész, egy robbantó szakértő és egy prosti. Aha. A prosti az azért kell, hogy az őrök figyelmét elterelje, amíg mi működünk. Logikus, a többit ügyes. Nem értem. A prosti logikus, igen, abszolút. Az ENSZ katona az arra jó, hogy talán nem nagyon mernek bántani, mert hogy nemzetközileg vagyok ott. Igen. A harcművész azért kell, ha mégis mernek bántani. Akkor ő azt elintézi. És a robbantó szakértő azért kell, hogy azt a nagy kaput ugye berobbantsa, ahol a fejes fogva van tartva a Lukáccsal együtt. Igen. A prosti azért kell, hogy azt mind az őrök ne vegyék észre. Szóval ez volt, és mi vagyunk a feláldozhatók, tehát már készítettünk zászlót is, ázsiai betűkkel, hogy tankcsapda, kiraktuk, meg minden, hogy ne tűnjünk fel. A rejtőzködés mesterei. Ha végül is nem lesz gáz, még mindig tudjátok a reptéren így fogadni a fejest ezekkel a cuccokkal. A lényeg az, hogy tegnap este erről dumáltunk a Tibivel, mert hát ugye itt akcióba kell lépnünk, hogyha... Jó, de akkor ki is osztottátok a szerepek. Megvan. De, jó, ne. Én, most álljunk meg, mert nem minden szerep közt tudomású, vagy hogy mondjam. Nem minden szerep hálás ebben a csapatban. Nem az, hogy hálásak, nem mondjuk meg, hogy mi jutott. Okay. Jó, remélem az utolsó. Nem biztos, hogy a Dombi lett a robbantos, vagy a harcművész, ugye? Értek mindent. Hát ki mit vállal. Szóval mi vagyunk a feláldozhatók. Na, Bónász Morgánke, itt vagyok a rohadt életben is fej. Pontosan, ahogy Jó Vokci mondta egykor, késcsók, hölgyek, kellemes napot, sok virágot, csibés. Kellemes péntek reggelt a csapatnak, gratuláció jár Szoboszlai Dominiknek, aki pazar gólt lőtt az Európa Ligában a Sparta Praha ellen. 5-1-re nyert a pool. Nagyon jó, Joe Zsaru üzente.
Igen. Drága Anett, a legcukibb hírszerkesztő vagy, akit valaha hallottam. Ma már csak nem lesz Bunyós Pityúval vagy a tankcsapdásokkal baj, ma elnézik. Neked boldog szülinapot, Zsófi Kecsóról. Köszönöm szépen, Zsófi, hát bízom bennem. Igen. Gabi bátyám, jó reggelt, rájöttem, hogy imádom a törvénytelen dolgokat. Tegnap este 6-tól 9-ig kerti gazt égettem. Olyan tüzet raktam, hogy még biztos a Holdról is lehetett látni, de majd ezt is meggyónom, a McLaren-es. Szép reggel ez, jól indulunk. Igen. Na jó, nézzük az időjárás jelentést, Anett azért fabrikált nekünk, nő nap, szüri nap ide vagy oda. Hétvégén újra a tavasz győzedelmeskedik. Állítólag vasárnap délen ismét közel 20 fok lesz. Persze addig még párszor elázunk a szomorkás többfelé csapadékos időnek köszönhetően. Ma még 10 fok körül maradnak a maximumok, előbb újik majd a nap, de csak délután. Változékony időnk lesz holnap is, és még vasárnap is, de legalább már melegszik a levegő. Frontok nélkül nincs hétvége, jöhetnek a kifogások. Szép, Anett! Hát igen, hát fejfájás, szédülés. Nekem ezek bejönnek. Bejött régen. Igen. Zoltán névnap van ma. Igen. És hát ahogy említettük, ma van a nemzetközi nőnap. Ez egy Amerikából indult ünnep. 1911-ben ja, ott, ja jó, de ők már ott felkeltek a női munkások, pontosan, ugye? Pontosan, igen. Azért. Béremelést követeltek meg ugye több szabad időt konkrétan, uh-huh. És akkor ennek ebből kifolyólag ünneplik Amerikában. Igen, hát a férfiak a béremeléseit azt választották, hogy tudjátok mit, akkor megünneplünk benneteket. Ja, nem, ez béremelés, de kaptok tulipánt. És azt mondták, deal. Deal. És a nők azt mondták, ez jó. Magyarországon 1914 óta ünnepeljük. 57 éves ma Fejős Éva író, újságíró. 85 éve született Josephine, mi ez? Garis Cochrane. Uh-huh. Én így mondanám, de amit feltalált, azt hála is. Az első mosogatógép megépítője. Oh, Josephine. Az nagy találmány. Szoktam mondani, hogy a legjobb találmány a világon a mosogatógép. Az egyik legjobb, igen. Teljesen egyetértek. De nem volt nehéz dolga, tehát már megvoltak a mosógép. Tehát az, hogy kell bekötni a csövet, vizet melegíteni, meg ajtót nyitni, meg mit tudom én, az azért már megvolt a mosógépnél, itt csak más fúvókákat kellett betenni. Igen, igen, de arra mindig rá szoktam csodálkozni, hogy ezeket a kis részeket hogy helyezték el, hogy olyan nagyon tutin elérjen mindig mindent. Tehát na, hogy hát látod, hogy mi van egy mosógépben, azért nem olyan bonyolult. Ja. Ja, engem lenyűgöz. Engem is lenyűgöz az eredmény. De az, hogy ilyen egyszerű módon meg lehet oldani ezt, azt nem gondoltam. Kár, hogy nem üveges a mosogatógépnek is az ajtaja, mint a mosógépnek. De látnál azt a rántott a maradékot, hogy fleplacsan az ajtóra? Hát akkor végre értenék, hogy mi történik jogos, ott bent. Jogos. Nem akarom látni, az olyan gusztustalan. Isten áldja Josephine Cochrane-t. Josephine Cochrane, Isten áldjon téged. 176 éve született LaMarcus Adna Thompson, amerikai feltaláló, a hullámvasút kifejlesztője. Köszönöm neki, a második nagy kedvencem. Igen. A hullámvasút? Imádom. Én is imádom. Na jó, de a legtöbb ismerősön nem mer felülni rá. Én sem értem, hogy miért rettegnek lent, még ahogy nézik akkor. Igen, is. Én a legdurvábbakra felültem a Universal Studio-ban is, a Nórival. Igen, háromszor egymás után. Mi? Teljesen. Nem mondom, hogy én, mint vadászgép járta ember, imádtam, de azért nem mondom, hogy nem szédültem meg egy picit, aha. De imádtam, tehát az érzés jó volt. Nagyon, én is imádom, úgyhogy köszi neki. Köszi neki, jaj, igen, sajnos 53 éve Joe Frazier megverte Muhammad Alit, és ezzel elnyerte a nehéz súlyú bajnoki címet, a Madison Square Gardenben 15 menet volt. Igen, én emlékszem erre, na jó, de hát az egyszer volt, tehát azért Muhammad Ali a király volt és maradt mindörökké. Tehát nehogy ezzel az lejön, hogy szegény Mohamed Alit onnantól kivonták a forgalomból, nem? Nem, nem, hát igen. Én pont ezen gondolkodom, hogy az ő karrierjében erről nem is nagyon lehet hallani. De. Hát az, de. Egyszer volt olyan. Hát tudod, én minden Ali meccset néztem akkor még, mert akkor engedték a szüleim, hogy fennmaradjak. Én akkor Ali rajongó voltam. Ja, 89 éve ezen a napon aludt el örökre Hacsikó. Jó éjszakát, Hacsikó. Igen, a kutya. Ja, nem ezt szántod ide, hogy ezt mondjam. Én nem, de meg is lepődtem, hogy aludj jó, Hacsikó. Odaírtam. A kutya hűségéről lett híres, mert 9 évig várt gazdájára Tokióban, a Shibuyai vasútállomáson. Igen, persze, mert ki is... volt kötve. Nem. Na jól lehet, hogy kutyabarát, most ne bántsuk. Igen, kutyabarátot. Én ez az egyik film, amit végig tudok a mai napig, pedig vagy láttam tízszer, de sírni. Tehát, hogy még és néha vágyszalról sírni, hogy most sírni akarok, berakom Hacsikót. Igen, vagy ez, vannak ilyen sírós filmek az életem. Az a vasárnap, életem. És akkor hadd szóljam. Igen. A vasárnap azért nem jó, mert akkor be van dagadva hétfőn a szemem. Tehát, de a sírás az jó, hát az annyira felold lelki igen. Dolgokat, hogy az kell, és akkor te begyomja a Hacsikót, neki megvan. Én mikor sírjak, Gyuri? Nehéz, tudom neked, ez nagy ki.
kihívás. Én a Aerosmith I don't wanna miss a thing-en sírok, mert egyszerűen gyönyörű vagyok fönt az égben. Mindenkinek megvan, megvan a program mindenkinek. Szeradás után csináltunk egy ilyet. Tehát végignézi a hátsékot, te véghallgatod 2 órán keresztül a kedvenc nótádat magadról. Sírunk egyszerre? 50 éves a párizsi Charles de Gaulle repülőtér, amit az amerikai úgy írnak, a Charles de Gaulle. 38 éve Martina Navratilova lett az első teniszező, aki 10 millió dollárt keresett. Igen, Gyuri, ezt neked írtam. Nagyon köszönöm, meg is nézem a Martinát, hol van az a dollár. Hol van az a dollár? Hát bírtad a csajt. Igen. Nagyon közel volt. Nagyon közel volt, és ilyen évet még nem repült. Pápa 4 fokos, köszönöm Gyuri. Maximum 9 lesz ma ott, és napsütés. Szívesen. János Halma 4 fokos, és 9 lesz ott is napsütéssel. Calgary minusz 10, és plusz 1 lesz. Na. És ott is nap. Nyíradony. Nyírmada nem lesz? Lehet bármikor. Ma haladunk Nyíregyháza környékén végig. 4 fokos. 4 fokos és 10 fok lesz napsütéssel. Budapest most 4 fokos, 9 lesz a csúcs. És itt is napsütés. Tök jó. Na, nézzük gyerekek, ez egy brutál, izgalmas dolog. Mesterséges intelligencia. Most már mindenki hallott róla. Hú, jó lesz ez, nem lesz jó, mindenki vagy használja, vagy nem használja, vagy optimista, vagy pessimista. És aztán ott vannak az állattulajdonosok, az állatgazdák, és azt mondják, hogy gyerekek, alig várom már, hogy a mesterséges intelligencia megoldja azt, egyszer már érintőlegesen beszéltünk erről. Igen, és akkor is nagyon örültem ennek a lehetőségnek, most meg végképp nagyon várom. Hogy érthessük az állatok nyelvét, hát főleg ugye nyilván a kutyások, meg hacsikósok. Kacsi, hacsikó, alszol? Kire vársz? Hacsikó, alszol, és semmi. És semmi, igen, ez hogy érte. Nem, gyerekek, előrelépés van, az Earth Species Project már konkrét határidőt mondott, azt mondja, 12-30 hónapon belül olyan jelentős eredményeket érnek el a mesterséges intelligenciával és az állatok nyelvének megértése tekintetében, hogy vélhetően lesz egy állattolmácsgép. Hát ez nagyon jó. Hát akkor megtudjuk, hogy a kutya tényleg éhes, amikor azt mondja, hogy. Nem csak ez, mert azt még talán feltételezzük, a kutyának mindig kiszorsz valamit, azt megeszi. De hogy ezen felül mi van? Mi tudunk-e beszélgetni? A kutya érti, amit mi mondunk, vagy mi megérthetjük-e őt, amikor ugat, és már annyit mondtak, hogy ez nem csak ugye az ugatás, most maradjunk a kutyánál, nem csak az ugatás, hanem az ugatáshoz tartozó, vele párosítható test, mozgás, mimika fejezi ki együtt azt, amit a kutya akar. Tehát nagyon mást jelent egy ugatás, hogyha fölemeli a bal lábát, vagy hogyha egyébként fekve ugat. Mondjuk, igen. Aha. Mondjuk. És ezt aztán egyébként az állatok ellen is be lehet vetni, mondták, hogy ez azért aggályos is, mert mi van, hogyha beszólok a szardiniáknak, hogy szardiniák, gyertek már erre, és akkor ott van a háló, és akkor összefogom. Hát hogyne, vagy hogyha belegondolsz, a kutya meg a macska is, hát azt szokták mondani, hogy egy pár éves gyerek szintjén van, tehát hogyha te meg tudod szólítani, hát az iszonyatosan veszélyes tud lenni rájuk nézve. Miért? A kutya meg a macska. Hát, mert naívak, mert hízni fognak neked, mert bármire rá tudnád őket venni. Hát ezt csinálja most is az ember a kutya-macska tekintetében. Hát beszéljünk tevékről, strucokról, malacokról. De hát, hogy hát akkor kiszabadul a malac. Gyere, vissza, levágunk, erre gondolsz, hogy meg tudjuk neki mondani? Igen, kell összeszedni. Gyere ide, malac, mutatok, nézd, most olyan... Ja, ez nem kés, gyere ide. Nem, most hülyéskedünk, de hogy tényleg az állatokkal szemben is fel lehet ezt használni, de ez a kommunikáció, ez tud-e működni? Milyen lehet a kutya nyelve? Egyáltalán szavak vannak-e az ő kifejezés módszereikben, vagy ezek csak ilyen nyögések, vagy érted, amit mondani akarok? Hát, ezek nem fejeznek ki semmit, csak az, hogy akarok. Ez de az, hogy mit, az nem. Igen, ha elkezdünk velük kommunikálni, akkor fejleszthető-e az ő kommunikációs képességük, meg az ő tudásuk a világról? Majd. Hiszen ugye ez a gép arra is alkalmas, hogy én mondok valamit, és a kutya nyelvére lefordítja. Igen. Na jó, gyerekek, ez annyira izgalmas, hogy találtunk egy szakembert, és ő nagyon szívesen beszél erről a témáról, ő Tóth Katinka, etológus, a SciDog Kutya Egyetem vezetője. Ők egyébként ilyesmivel foglalkoznak etológusként, akár az állatok nyelvét, főleg a kutyák nyelvét ugye megérteni, dekódolni. A viselkedés, igen, állatok viselkedésével foglalkoznak. Viselkedésével, így van. Tehát Katinkával megbeszéljük ezt, hogy ez jó-e vagy sem. És hogy egyáltalán működhet-e. Ez az egyik. A másik gyerekek, hát mit tudok maguknak mondani? Na! Igen. Hát ez csodálatos, mert ezen a gyönyörű napon vendégeink is lesznek,
És most nem tudom, melyikkel kezdjem. Kezdjem ezzel? Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság. Nincs meg az eredeti felvétel, ez egy demo. Ez az eredeti felvétel. Ez egy demo. Ez az eredeti. Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. De hát olyan távol van ez a mulatos billentyűs mögötte. Nem engedték közel Gyuri bácsihoz. Nem már csak az. Ugye közel jön, figyelj. Megadta. Megjött. Megjött. Gyerekek, elment. Tudom, effekt volt. Tudom. Na. Na jó, gyerekek, akár hiszitek, akár nem, ez egy akkora évkor a Gyuriék életében. Különböző remixek készültek, de mutathatnék nőnapit is egyébként. Ez egy régi dalának a mai remixe, ami egyébként nőnapra készült, a Virágeső. Hát akkor jó. És gyerekek, nem csak az lesz, hogy ezeket így megmutatjuk így a részleteiben, hanem itt élőben, itt lesz újra velünk Korda Gyuri és Balázs Klári. Ma reggel. Igen. Bizony. Ugye? Óriási. Lesz aréna koncert. Elképesztő. Emlékszel, tavaly beszélgettünk, és akkor még a Budapest Parkról beszélgettünk, és reméljük, hogy megtörténik. Arénáznak. Haló, jövőre Puskás stadion lesz. Sőt, Korda 85 ünnepi év van, egy csomó mindenféle akcióval, meg mindenféle tervel. Tehát nagyon durva. Lesz miről beszélgetni. Korda Gyuri és Balázs Klári ma 8 óra után itt a stúdióban. Nagyon várom. Én is nagyon várom őket. Jó, ami Vokcink szeretne, ez milyen érdekes, csak elolvastam, hogy miről akar a Vokci beszélni, és azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó téma. Méghozzá azokról a nőtípusokról szeretne velünk beszélni, most ugye a férfiak ezt hallgassák meg, akik elvezetnek minket az igazihoz. Nála ez nem volt, ő az Ovi-ban beleszeretett Ildikóba, azóta boldogan együtt, de hogy milyen nőtípusok, kinek milyen gyengéje nőtípusban, miért kellenek ezek, akik végül is majd az igazi, a nagy ő megtalálásához elvezetnek? Mit tanulunk ebből? Ez érdekes, Gyuri, mi látjuk egymásban a mintát. Hogyne, és tegnap, amikor a Jánossal beszélgettünk erről, és elkezdte sorolni a klasszikus nőtípusokat, akikről beszélni fog, villantak fel az arcok a fedén fejemben is. Igen, tehát itt nagyon jellegzetes lesz. Fú, ez nagyon izgi lesz. Jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai következnek, tudjátok, mi már megyünk virstvízni, már csorog a nyálam, már csorog a mustárom. Mondd el, Laci, gyorsan, aztán hadd húzzak. TikToker fiúk hárman vannak, kísérteties helyekre járnak éjszaka, hogy felderítsék őket, és egyikükkel beszéltünk. Ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz 8 perc múlva. Pár SMS azt mondják, hogy hello, főni, ha nem lenne esetleg robbantási szakértőd, akkor szóljál, Imre a vegyész. Oké, áll össze a feláldozhatók csapata. Még van egy-két szerep, amire lehet jelentkezni. Bocsi, tesó, mutasd már egy olyan mosógépet, ami befejezve a dolgát magától kinyitja az ajtaját. Tesó. Tesó, olyat nem láttam még. Biztos gondolom, hogy a mosogatógépre utal, ja, de például az enyém még régi, nem nyitja ki az ajtaját a mosogatógépem. Ja. Ja, a Kínában a Meta, tehát a WhatsApp és a Google termékei nem működnek. Uh-huh. A WhatsApp helyett mindenki WeChat-et használ. De ezért nem válaszol a jó fejes úr. Igen. Na jó, van, oké, Laci, mesélj, mit találtál? Ez annyira jó fej. Ugye tegnap játszott a Prágában a Liverpool, a Sparta Praha ellen, és szerdán tartottak egy sajtótájékozót, hogy Jürgen Klopp szépen kiül, tudod, ott ülnek vele szemben az újságírók, és akkor magyar újságíró Nemzeti Sporttól jelentkezett, hogy akkor kérdésem van. És nem várta meg a kérdés Jürgen Klopp, hanem mondta, igen, Szoboszlai egy remek játékos. Rögtön remek. Ki tudja, mit akart kérdezni a magyar újságíró? Imádom a Kloppot. Annyira jó arc egyébként. Tehát, jó, hát nyilván valamennyire benne volt, hogy jó, mit fog kérdezni a magyar, hogy Szoboszlai van. Mi van? Rávágta. Ennyi. Szevasz. Annak a Manusnak humora van, az egy igazi jó fej. Na, az a típusú, hát nyilván nem találkoztam vele, csak rengeteg interjúban, helyzetben láttam meg. Ő olyan, az a típusú Manus, akivel szívesen elmennél bulizni, nyaralni, haverkodni,
Eszvedd le, jó fej. Nagyon jó. Hagyja már abba ezt a futballt, ezt a hülyeséget, és tényleg legyen csak haver. Menjenek humoristának. Nem humoristának, hanem legyen a haverom. Igen. Nem jön már haza. Igen. De ne hagyja abba, hát pont ettől fájdalmas szerintem, hogy lépni fog egyébként a Liverpooltól. Az Jennifer Lawrence, ugye a Vörös Verebet, azt itt forgatták Magyarországon. Igen. És a Szabó Ervin könyvtár, tudod, ami ott van a Calvin tér mögött, annak van egy gyönyörű szép ilyen olvasóterem, vagy valami, és ott is forgattak, nem tudom, és mondta a most új igazgató van, Kovácsné Korány Ágnes nyilatkozott, anekdotázott, és elmesélte, hogy amikor sztárok itt forgatnak, már több film forgott ott náluk egyébként, akkor van, aki így érdeklődik, hogy a könyvtár, jó, ez hogy működik, és itt könyvek, és akkor kiadják, és nem tudom, Jennifer Lawrence kért egy olvasójegyet a budapesti Szabó Ervin. Mennyire helyes. Hát nem gondolom, hogy a kőszívű ember fiait, vagy valamit ki fog venni. De helyes. Valaha. És a Vörös Csibe jelmezébe oda beült, és akkor ott olvasgat. Az nem volt jelmez. Ja, ez nem a Kentucky Fried Chickennek a reklámembere a Vörös Csibe. Én nem tudom, ez Vörös. Én nem láttam ezt a filmet, ez ilyen tollas valami volt. Nem láttam ezt a filmet, ne idegesíts, tudom, hogy engem húzol. Ne, hát tényleg nem láttam. Jennifer Lawrence-el, az nagyon veszélyes. Jennifer Lawrence-el ne hülyéskedjünk már. Jó, hát mit tudom, hogy valaki emélyt csibe. Az életveszélyes játék, tesó. Én sem szoktam a gyerekeiddel szórakozni. Micsoda párhuzam. Azt a mindenit. Hajós András mondott egy érdekeset, most valami podcastban beszélgettek, és mondta, hogy egy időben nagyon rosszul érintette, hogyha egy hozzá közel álló személlyelnek ilyen ízlésbeli különbség volt. Tehát azt mondja... Zavarta őt. Tehát volt olyan, azt mondja, hogy napokig kerülte az akkori párját, mert mit tudom én, egy filmről azt gondolta, hogy az jó, Hajós meg azt gondolta, hogy szerintem meg nem jó ez a film. Ez egy küzdelmes élet lehet. Hú, azért az kemény. Az a vicc, hogy a Hajós egy tök értelmes, egyébként egy nagyon vicces figura, és egy nagyon rossz kedvű figura. Ezt is tegyük hozzá. Ezt tudjuk. Tehát, hogy ha ez a három van így, és ő ezt nyilván érzés tapasztalja magát. Tapasztalja azt, hogy a párját kerüli, mert valamilyen ízlésbéli különbség volt, és ez egyébként nem csak másnak is. Miért nem megy a pszichológushoz? Most tök komolyan kérdezem. Hát szerintem elmegy egyébként. Elmegy? Elmegy egyébként, persze. Én biztos vagyok benne. Nem csak ez az érdekes, tudod, hogy valaki, akivel egyébként egyezel egy csomó dologba, hát azért van mellette, hát mert vele jó lenni, vele könnyű együtt lenni. Nem tetszik neki egy film, és akkor három napig kerülöd. Igen, tehát, hogy a lakásban... itt jön egy kulcs szó be, az elfogadás, mint olyan, tudod, amivel hát ezek igen. Szerint nem mindenki ugyanúgy áll, ugyanolyan szinten. Mondjuk ezt tudjuk nyilván, de jó. Hogy ilyen hétköznapi dolgokban is ennyire kiütközön, az tényleg aggasztó. Hát, hogy ennyire, így van. Tehát azért nekem is volt, nekem például jó, a zene azért, azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, és Gyuri, te most nyugodtan ne figyelj ide. Pedig lenne hozzáfűzni valamit. Ez, egyébként ez pont nagyon érdekes, hogy ti vagytok a zenével, ez a kerülöm a páromat három napig dolog. Nem én nem kerülöm a Gyurit, nem a Gyuri neki. Provokál, tehát lépten nyomon provokál. És állandóan elkezdi az ő tényleg primitív zenét, amelynek befogadására képes csupán azokat magyarázni, és olyan vehemenciával, és direkt úgy, hogy a fülem hallatára másoknak hangosan. Tehát, hogy mitől jó a mit tudom én, DJ Bobó, meg mitől jó a Hip Hop Boys, meg mit tudom én, ilyeneket is hangosan is, és elemzi, mintha értene hozzá, mint ahogy semmihez sem ért igazán, hanem mindenben csak ilyen felületes valamilyen van. Viszont a szó kincse megvan ahhoz, hogy bosszantson. Érted? Hajós, az előbb pszichológushoz küldted, nálad Mizu? Nálam is. Nálam is ez rám fér. Igen, Gyuri mondott itt az előbb egy fontos szót, hogy elfogadás. Elfogadás. Én elfogadom, csak ne provokáljon. Érted? Tehát én tudomás... elfogadom, csak ne csinálja itt ezt. Nem, így van, ne csináld itt ezt. Tehát ne, ha beül az autómba melegedni, érted, szegény fiú az utcáról jött, akkor ne nyomogassa már a zenei zémet. Érted? Te autóban ilyet nem is mernék, a te autóban levegőt sem merek venni. Nagyon jó. És ne kezdjen el... Na mindegy. Értitek? Ne kezdjen el beszélni. Nem, ezt beszélhetsz, csak mondtam neked, három dologról ne beszélj. Zenéről, gasztronómiáról és divatról. Akkor maradtak a csajok, de nem lehet mindig a csajokról utazás. Beszélni. Ja, meg Zanzibáról. Igen. Hát jó útunk lesz hétfőn, mert ugye a showman mondta, hogy ő szívesen hátraül, majd én vezetem. Én hátraülök, igen. Gyuri mellém ülsz, akkor fi, eléred a hifi cuccot. Tök jó, tök jó, hátrafelé tudok a bocsinak beszélni. Te hagyod ezt? Miért ne hagynám? Hogy a te autódban, amit te vezetsz, más nyomja a zenét? Ez egy nagyon jó utazás lesz, itt meg tudod tanítani a bocsinak az elfogadás kifejezést. Ez egy nagyon érdekes kaland. Én elfogadom egyébként, tehát pont azért te hallgass, amit akarsz, de hogy neki hagyod? Abba ti belehalnátok. Amit te hallgass? Hát ha azt hallgatnánk. Hát mert operettet nem akarunk hallgatni. Itt tőlem simán hallgathatnánk. Komolyan? Jó, akkor megvan, hogy mi 2,5 órás
Megvan. Ja, de nem. Egy pillanat. Tehát lehet egymást provokálni két és fél órán keresztül. Ez is egy vicces játék. De nem, amit te magad hallgatnál, hát amit te az autóban hallgatnál, az miért nem mehetne? Most nem az, hogy hogy lehet engem felbosszantani, fel lehet. Nagyon gyorsan egyébként. Jó, hát akkor az lesz, Gyuri, hogy egy dal tőled, egy dal tőled. Jó. Nagyon jó ötlet. Én is készülök akkor. Akkor két autóval megyünk. Nekem, én ebben nem veszek részt, ebbe az ótvarba, amit a Gyuri zeneire összesöpör nekem. Most kezdődik az elfogadás játéka, elfogadás terápia. Hajós oldalán állok. Hajós oldalán állok, két autóval megyünk. Kérd el a pszichológus a számát. Nem, azt nem kérem, az nem működik. Szerzek sajátot. De nem, mert akkor menjünk két autóval, de annak biztosan akarom kitenni magam, hogy a Gyuri nyomkodja a zenét. Terápia lesz ez. Olyan nyitottsággal fogsz megérkezni Pándorból, olyan új zenei impulzusokat kapsz. Akkor maradjunk abban, hogy találkozunk 10 óra 15-kor Pándorfban, jó? És én megérkezem. Melyik ezt nem lehetne. Én most nem viccelek. Nem teszem ki magam annak, hogy a te silánságodat hallgassam. Ez csapatépítő, tesó. Ez nem csapatépítő. Te is betehetsz, így megyünk körbe, jó? Akkor te is betehetsz egy jó vitriolos. Jó, akkor csapatépítő, de akkor neked az Armaniból el kell költened 500 eurót saját pénzből. Most a terápiának miért vannak ilyen szabályai? Mert ez is terápia neked, mert neked van pénzed, és mintha a fogadat húznák, úgy fáj a kiadod. De hihetetlen, hogy azonnal mindig megnyomod ezt a pénzgombot, hogyha úgy érzed, hogy valami fáj. Hát most miért nem nyomjál meg azt a fájó gombot? Hát mert most te elfogadás terápiádról beszélünk. És ezért ajánlottam egy keresztterápiát. Egy ellenterápiát. Egy keresztterápiát neked. Hát mit csináljon nála? Nem atomkoffer van a piros gomba, hanem pénzkoffer. Jó, piros két gomba. Autóval megyünk, meg van beszélve. Nem lehet. Gyuri, mert nem lehet változtatni a szabályokat. Hát figyelj, azért szabad ember vagyok, azt csinálok, amit akarok. Te is beteszel egy jó rockot, mit szólsz? Nem teszek be semmit sehova. Gyuri, én nem akarom, hogy minden harmadik szám a Highway to Hell legyen. Jó, ez a két fiú. Van egy ötletem. No, ne. Ti utazzatok ketten. Nem is az Pándorfa. Én megyek Pándorfba, én hozok valakit, jó, és két autóval. És találkozunk 10-15-kor kint. Az óriási. Oké, ennyit megbeszéltünk. Elnézést, drága hallgatók, itt a magánügyeinket is megbeszéljük, de ha kikapcsoljuk a mikrofont, akkor meg valami Gyuri-féle sinánság szól. Tehát inkább beszélünk. Hát Take That, vagy milyen kit szeretsz, te Backstreet Boys. Na jó, jövünk vissza, gyerekek, ez nagyon izgalmas téma. A mesterséges intelligenciával foglalkozó és állatnyelvek megfejtésével foglalkozó cég azt ígéri, 36 hónapon belül meg lesz a tolmácsgép kutya és ember között. Én nagyon kételkedem, mert nem tudom, mi az a gondolatvilág, amit meg fogunk ismerni. Ez nagyon izgalmas. Lehet, hogy gazdag. Pontosan is. Ezért mindenképpen beszélünk egy szakemberrel, a SciDog Kutya Egyetem vezetőjével és alapítójával, Tóth Katinkával, hogy ennek van-e egyáltalán esélye, hogy mi megértsük a kutyákat, hogy mi tudjunk viszont kommunikálni velük, hogy a kutya nyelve az egy nyelv, vagy egyszerűen csak akaratot fejez ki azzal, hogy ugat. Egy csomó kérdésünk van, és baromi izgalmas, amit egyébként ez a cég tervez. Maradjatok velünk, mert aki kutyatulajdonos, vagy egyszerűen szeretné érteni a verebeket, vagy bármi, az itt jó helyen van nálunk. Jövünk mindjárt. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez a Bocskor! 7 óra 14, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Szia, Laci, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, hello. Anett, drága szülinapos, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Na, hát gyerekek, Anett, nagyon fog érdekelni ez a téma. Háziállatok, ember, kommunikáció, és akkor nagyjából ott tartunk még mindig, hogy vaovaot értünk, miaut értünk, és ebből ti gazdik, ugye eleve következtetek, tehát pontosan tudod, mit mond a kutyád, pontosan érted minden szavát, ő is ért minden szót. Szerintem igen. Én ugye ezt többször kipróbáltam már, tehát most már 11 éves lesz a Málna, és esküszöm nektek, hogy mi kommunikálunk. Oké, én ezt elhiszem, hogy így hiszed. De van most egy óriási áttörés, képzeljétek el, világszerte azon dolgoznak, hogy a kutatók, hogy a mesterséges intelligencia segítségével tudják dekódolni az állatok kommunikációját, és végre valóban értsünk mindent. Na, nyilvánvalóan mindenki a kutyára gondol legelőször. Van egy non-profit szervezet, az Earth Species Project, és ők, gyerekek, konkrét határidőkkel számolnak. Ők azt mondják, hogy következő 12-36 hónapban gyakorlatilag olyan áttörést fognak elérni, hogy ez működni fog, hogy lesz egy kvázi tolmácsgép állat és ember között. Na most... Hát ez hosszú útnak tűnhet, nem olyan egyszerű ez az egész. Nem olyan, hogy oké, dekódolom az ugatást, hanem itt valami más van mögötte. Azt mondja a cég vezetője, az egyik kutató, hogy célunk megtalálni, hogy milyen fokig van az állatoknak egyáltalán nyelvük, amelyek az emberi aspektusoknak megfelelnek. Tehát ugye, ahogy mi
nyelvben gondolkozunk, vagy azt használjuk. És ez alapján tudnánk csak információt cserélni. Tehát van egy nyelv. Most számos kutatás folyik ebben, a vadállatokon is egyébként, és vizsgálják varjakat is, a bálnákat is, és a mesterséges intelligencia segítségével, és itt nagyon fontos az, hogy az nem csak a hangokat, hanem az állatok mimikáját, vagy a testbeszédét is olvassák. Hát figyelj, aki Nat Geo-t nézett valaha, és hallotta azt, hogy elmagyarázzák, hogy egyébként az állat testtartása is milyen fontos adott szituban. Tehát anélkül, hogy megszólalna, már abból tudsz olvasni. Testtartás hanggal kombinálva, és ezért ők egy olyan tolmácsgépet fejlesztenek, ahol van egy mű kutya mondjuk adott esetben, aha, és amikor az beszél a te kutyát, tehát te beszélsz a tolmácsgéphez, az, beszél, az a mű kutya gyakorlatilag testtartással és hangokkal, aha, fordítja le a te spánielednek, vagy nem tudom minek, amit te mondani akarsz. Elvileg. Ez az elv. Na most a nyelv. Mi a nyelv? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert gyakorlatilag egy jellegzetes mintából felépülő valami, ugye a mi esetünkben ez egy akusztikus történet, és a lényeg az, hogy ezt a mintát a mesterséges intelligencia felismeri, uh-huh, tehát mondjuk állat kutyaugatásból, és utána, vagy madarak csilipeléséből, vagy valami, ezt a mintát felismeri, és ezt tudja reprodukálni, és a többi információval kiegészíteni, lásd mimika, vagy testtartás. Aha, tehát helyettünk megtanulja az állatok nyelvét tulajdonképpen, elsajátítja azokból a mintákból. A mintákból, így van, így aha, van, így van. Na, ennek aztán vannak etikai, hogy is mondjam, kérdései is, hogy ezt az állatok ellen is lehet-e fordítani. Tehát például, mit tudom én, úgy halászunk, hogy nem húma szerencsénk volt, hanem egyszerűen üzenünk a szardiniáknak, hogy hello, itt vagyok, gyere, gyere, és ott a hálóval összekapod őket is. Hát bizony. Sőt, ki sem mennék a hajóval a tengerre, hanem azt mondanám, hogy gyertek ide a kikötőbe. Gyertek itt a bárom, itt van a kikötőben, itt meg lehet egy. Igen, valaha. Vadászok a magas lesen, nem az, hogy várják, hogy egyszer csak megjelenik a vaddisznó, hanem a vaddisznót oda hívod magad elé, és 3 méterről lepuffantod. Nem etikus, na. Nem. Ez egyáltalán nem. És, sőt, és egyébként az állatok, ahogy a kutyát is nézzük, azért pár éves gyerek szintjén vannak, tehát ők el fognak hinni nekünk bármit, hogyha azt mondjuk, hogy jót akarunk, gyere csak közelebb. Na jó, ez is igen, kutyák pár éves gyerek szintjén vannak. Oké, igen, ezt hallottuk. Ezt gondoljuk, így van. Egyébként Anettnél ez érdekes, mert ugye te nem tudhatod, hogy a kutyáit téged egyébként utálnak-e, vagy sem, hiszen kaját kapnak tőled, ezt nyilván megköszönik, vagy sem, de hogy nem tudsz, tehát a véleményüket nem ismered az egész helyzetről, amit te adsz nekik. Egyáltalán nem ismerem, merek arra következtetni, hogy kedvelnek, tehát, de azért sokszor elbizonytalanodom, főleg amikor mondjátok, hogy... De lehet, hogy a kutyák között is vannak jellemhibásak, vannak nyalizók, vannak arrogáns, vannak simlisek, nem? Tehát, hogy, és lehet, hogy a te kutyád mind a kettő simlis. Szerintem biztos. Nagyon rettentő simlisek, nagyon rafináltak, és egyébként tudnak nagyon hízelegni is. Mi lenne az első, ha lenne ez a tolmácsgép, mi lenne az első, amit tisztáznál velük? Hogy egyáltalán boldogok-e velem? Hát ezek után meg végképp tisztáznám velük. Hogy... Ez érdekel? Tehát a te góda legfontosabb? Jelen pillanatban hogy velem boldogok-e? Igen. Mi lenne a kérdés, amit föltenni? Megkaptad a plug and play tolmácsgép, bedugod, aksi feltöltve, ott ül Málna, bekapcsolod. Mi lenne az első kérdés, amit feltennél Málna kutyádnak? Málna, mondd el nekem, hogy boldog vagy egyáltalán velem, mert hogy mindent megteszek. Tehát már ezért, ilyen bővített mondatokban csinálnál egyből. Igen, hát most mondjam ezt. Jó. Málna, most már tényleg tisztázunk, hogy boldog vagy velem, mert hát ugye ez nem mindig a viselkedésed, ugye azt mondja, hogy tehát így elkezded egyből így lerohanni? Én biztos, hogy... Pasi megmarad melletted amúgy? Meg. Kapaszkodik. Szegény. Tehát ezt kérdezné tőle. Biztos, hogy kíváncsi lennék, hogy... De ez az első kérdése. Ez az első, igen. Utána jöhetne a többi, hogy tehát mikor akarnak beszállni. Anyagilag. Azt hiszem, szegény Málnának kifolyna az agya a fülén ettől a nagy interjútól. Anett nem tud különbséget tenni élettárs és háziállat között. Ó! Azt hiszem. Megtanulsz a kocsit vezetni, Málna. Mi lesz most? Hát, gyerekek. Na, Gyuri... Mi nem vagyunk állattartók, érdekelne velük kapcsolatban bármi is? Állatok, nagyon. Mit tudom én? Nagyon, ez nekem elég lenne ahhoz, hogy én nagyon elinduljak és felfedezzem a világot, hogyha lehetne beszélni az oroszlánokkal, lehetne beszélni a kutyákkal, meg egy csomó mindenkivel. És voltánál az állatkertben, és mindenki kezében egy tolmácsgép, és akkor az oroszlánnak üzennél? Szállnék sorba, és én csak kérdésemet feltennék. És feltennéd a kérdésedet. Miért? Te hogy kommunikálnál mondjuk a macskákkal? Neked volt régen macskád, vagy akár a kutyával is, mert valószínűleg az ő kommunikációs nincsük, szó
kincsük, nem olyan fejlett, mint a miénk. Tehát szerintem a kutyák alapvető ösztönökre hagyatkoznak csupán. Tehát én szukát kínálnék neki, vagy mit tudom én, egy zsáktápot. Hát ezt a kettőt így is megérti, ha megmutatod neki. Jó, legalább mit kérsz, egy szukát vagy egy tápot? És akkor ez van. Mi legyen a menü ma este? Igen, este mit nézzünk? Charlie Sheen vagy Dallas? Yes. Tehát valami ilyesmi. Nagyon gyerekek, most itt elhűljük, illetve nem teljesen hűljük el. És rengeteg kérdésünk van ezzel kapcsolatban. Most képzeljétek el, hogy van itt egy szakember, aki ez a Szájdog Kutya Egyetem, erről beszéljünk még egy picit, itt etológusok, állatorvosok, pszichológusok, agykutatók, állatokkal foglalkozó iskolája ez, ahol trendi módszerek helyett a tudományos alapok adják a megoldásokat a kutyák és a gazdik problémáira. És itt van velünk ennek a Kutya Egyetemnek a vezetője és alapítója, Tóth Katinka etológus. Szia Katinka, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Ó, végig szórakoztad a párbeszédünket? Nagyjából. Figyelj, de egyébként látod, hogy ezek tök legitim kérdések. Maradjunk egy ugye, hát nyilván van a kutyánál. Egy kutya szerinted hányféle akaratot tud kifejezni? Belekérdeztél itt reggel a közepén. Igen, bocs. Hányféle akaratot? Hát igen, ez egy marha jó kérdés, mert hogy itt hallottam, hogy ti is egy egész nagyon-nagyon cuki volt, amit ha lehet kérdezni, Málnától, hogy boldog-e. És hát hogy ez milyen? Ez a... igen. Hát igen, hogy mit szeretne a kutya, és az az igazság, hogy ebben nem vagyunk annyira jók, hogy értsük. És pont 2023-ban, augusztusban ki is jött egy friss kutatás ezzel kapcsolatban. Biztos hallottatok már a Maslow piramisról, ugye szükségletek piramisa, hogy van ugye alul a fiziológiai szükségletek, meg hát ma már van a szükséglet, hogy legyen wifi kapcsolat, de hogy a kutyáknál is, képzeljétek el, hogy csináltak egy hasonló szükséglet piramist, és hát bizony abban azért eléggé más dolgok jöttek ki, mint amit ma egy átlagos kutyatartó arról gondol, hogy mitől boldog az ő kutyája. És szerintem ez az AI, ez a mesterséges intelligencia, ez erre is iszonyatosan jó lehetőséget adna, hogy jobban értsük a kutyákat, mert egy rettenetesen sok tévhit kering még mindig. A falkázás, a dominanciázás, ami miatt tök etikátlanul is, hát ilyen emberi tulajdonságokkal is felruházzuk például a kutyákat. Hát a legtöbb kutyatulajdonos ebben a hibában van, hogy emberi tulajdonságokkal ruházza fel. A bosszú pisi, a bűntudat, ugye? Amikor szülött valamit, ezen, a hiszti. Ugye? Katinka, hányszor vitatkoztam én, aki nem vagyok kutyásokkal, hogy nem lehet a kutyában bosszú vágy. Hát ő nem emlékszik valamire, amit egyszer te elkövettél vele szemben, és akkor egy tervet sző, hogy majd neked mi fog rosszul esni, és kauzális összefüggésben van az a régi tetted az ő új tettével. Ez baromság. Bocs, nem vagyok etológus, csak ezt gondolom. Nagyon jó, annyira jó, hogy ezt mondod, ez a ritka verzió. Hát ugye ő tudja, hogy melyik kanapé volt a drágább, azt kell akkor szétszedni. Igen. Igen, és szuper jó, hogy ezt mondod, mert hogy tényleg ez állatjólétileg iszonyatosan fontos lenne, hogy értsük a kutyákat jobban, és ami nekem az egyik legnagyobb lehetőséget adná ebben az, hogy a kutyatámadásokat, a kutyaharapásokat jobban megelőzhessük, mert ha hiszitek, ha nem, a legeslegtöbb kutyaharapás azt a család saját kutyája követi el, a általában fiatalabb kisfiú gyerekkel szemben. Na de hát ez az, hogy ilyenkor nagyon sokszor az van, hogy ki a hibás, a kutya. A kutyát hibáztatjuk, pedig marhára nem, és nagyon hányszor hangzik el, hogy minden előjel nélkül támadott. Hát, ez a legeslegritkább. Az emberi felfogás szerint, igen. De igen. Mondod, hogy baromira segítene ebben ez a fajta kommunikáció. Nézzük meg egy picit a kutyák kommunikációját. Én próbáltam érthetően elmondani, te egyetértesz abban, hogy nem elég az ugatásban megtalálni a mintát, hanem a testtartás, a mimika ezzel kell párosítani, és úgy együtt értelmezni? Abszolút, igen, teljesen, és az emberek egyébként a testjelek értésében nem olyan erősek, még a kutyatartók sem annyira, mint azt általában gondolják, nem a személyes véleményemet mondom, hanem szintén kutatási eredményt, főleg a fájdalom felismerést, a viselkedés problémákat. Hány vicces videó van a YouTube-on, amikor konkrétan sztereotíp viselkedésén röhögünk a kutyának, hogy mondjuk kergeti a saját árnyékát,
Miközben egyébként kívülről viccesnek tűnik, ő nagyon nincsen mentálisan jól általában ilyenkor. És hogy ezért nem is segítünk neki, mert nem tudjuk, hogy ez probléma. Mit gondolsz, a kutyák akarnak velünk kommunikálni? Tehát ugyanúgy, ahogy mi értetlenek vagyunk velük szemben, hogy ezt se érti ez a hülye kutya, a kutya fejében is lehet egy ilyesmi, hogy hát én mondom, én mondanám, de nem érti ez a hülye ember. Abszolút, igen. Hál' Istennek, ezt nem aknázzuk ki, szerintem még eléggé egyébként. És akkor erre ez akár lehet egy segítség. Csak itt ugye az a kérdés, hogy a kutyának megvan-e a szellemi kapacitása ahhoz, hogy például tőlünk is tanuljon, most hülye szóval fejezek, hogy akár a szókincsét is mi bővítsük, ha megvolna ez a híd, ez a kapocs, ez a nyelvfordíthatóság. Érted, amit mondok? Tehát, hogy... Értem, igen. Jó nehéz kérdés. És valószínűleg nem is fekete-fehér. Azt is látjuk, hogy a kutyák között is egyedi szinten is van különbség abban, hogy a beszédet és a nem beszédet mennyire tudják például elkülöníteni. Ez valószínűleg fejleszthető, hát nem egy ilyen kétnapos történet lenne, de hogy evolúciósan kifejezetten lehet, hogy elmozdulnak még ilyen irányba. Tehát Málna ükunokája már érteni azt, hogy barack, hogyha a net elégszer mutatja neki. Nagyon ráfekszünk, akkor érteni. Igen. Vannak-e akkor, na ez érdekes, itt Anett szempontjából ez egy érdekes kérdés, hogy a kutyának vannak-e egyáltalán érzései az ember felé? Jó, de jó. Igen, abszolút vannak érzései, de ez sem mindegy, és szerintem az AI az ebben is elképesztően sokat tudna segíteni, hogy az érzelmeiket ismerjük föl. Mert hogy a kutya kommunikáció nagyon sokszor érzelmeket közvetít, de mondjuk, ha egy morgásra gondolsz, akkor ez egy ilyen tabusított valami. Miközben elképesztően fontos, hogy a kutya moroghasson, mert ugye azzal általában valamilyen negatív érzelmi állapotot szeretne ő kifejezni, kommunikálni, akár azt, hogy fáj neki valami, akár azt, hogy most szomorú, szorong, fél, leggyakoribb eset a félelem és a szorongás, illetve a fájdalom az agresszió problémák mögött. De olyan szinten, hogy ezt nem fogjátok elhinni, amit mondok, most bocsánat, jól bele mentetek, mert ezt most nem állítotok le. De volt egy ilyen kutatás, hogy az egész viselkedés problémák mögött milyen gyakran található fájdalom is. Legalább 28, de akár 82%-ot talált a Daniel Mills kutatásra. De fájdalom, fizikai fájdalom, vagy lelki fájdalom? Fizikai, igen. És ez csak a fizikai része. Na most ehhez képest, ha bármilyen agresszióval kapcsolatos viselkedés problémát látunk, akkor az első, ami a mondás, domináns agresszió. Ez biztos, hogy a gazdával szembeni dominancia. Szóval, hogy annyira az emberi torzít, ez a leges-leges legritkább probléma, ami felmerülhet valójában. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy egy szeparációs stresszt, ami az egyik vezető oka annak, hogy a kutyák visszakerülnek menhelyre, nehogy Isten elaltatják őket, hogy ezt hogyan magyarázzuk, úgy, hogy nem te vagy a falka vezér, és ezért félt, amikor elmész, és meg kell büntetni, meg szabályokat felállítani, meg mit tudom én. Szóval ezzel szemben, hogyha megértjük, hogy ez bizony egy elég komoly szorongásos probléma, egyébként van 4 altípusa, akkor sokkal hatékonyabban tudom kezelni is. És hogy ezeket a kutya érzelem közléseket még nagyon nem tudjuk értelmezni. Aha. Igen, ez inkább a kutyákról szól eddig nekem ez a kommunikáció, tehát ez nekik lenne főleg jó, nem feltétlenül nekünk embereknek. De hogy egyébként, amiről itt mi is beszéltünk, hogy azért ennek etikai kérdései vannak, tehát hogy innentől kezdve viszont az állatok jobban befolyásolhatók talán, tehát itt volt ez a példa, hogy a halászállóban. Szóval nagyon nevettem, igen, tök igaz, nem úgy nevettem, tehát abszolút vadállatok esetén elképesztő visszaélésekre adhatna lehetőséget. A kutyákat most is nagyon jól át lehet verni. Pont azért, amit mondtatok, egy 3-5 éves gyerek kognitív szintjén vannak. Nincs átverhetőbb lény ezen a földön, mint egy kutya. Anett, összeomlik. Akinek van otthon kutyája, figyeljétek meg, tegyetek le, mutassatok meg neki egy-egy tálat. Az egyikben legyen 1 szemkaja, a másikban legyen 8 szemkaja. 3 és 5 szemet is meg tudnak különböztetni egyébként. Egyetek bele az 1 szembe. Hú, de finom! Tegyétek le, válasz kiskutyám.
oda fog menni az egy szemhez. Oh. Nem mindegy, hogyha nem minden esetben az egy szemhez fog oda menni. De nagyon-nagyon gyakran. Jobban hisznek nekünk, mint a saját szemüknek. Katinka, egy utolsó kérdés. Ha lenne egy ilyen gép, ahogy én nagyjából körülírtam, ott van a kis tolmácsgép, ott van a kis műkutya hozzá, hogy a testtartás is tudja, tehát megérkezik az AI-os tolmácsgép, és te ott vagy a kutyáiddal, a kutyaegyetemen. Válasz ki egy kutyát, és mondd meg nekem, hogy mi az első kérdés, amit feltennél neki. Ja, én is ezt tenném, amit Anett, hogy hogyan tudok hozzájárulni, azt, hogy a legboldogabb állat, igen, van a világon. Degicses vagy! Fúj! Hát ez a lényeg, hát ezért vannak kutyáink. Ja, Istenem, na jó van. De nagyon jó volt, amiket mondtál, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon köszönöm, hogy hívtatok. Köszi, szia! Jó ébredést még mindenkinek. Köszönjük, szia, Tóth Katinka, etológus, a Szájdok Kutya Egyetem vezetője és alapítója. Jó, mi? Nagyon. És tök izgi ez a téma. Ez tehát, nagyon. Látod, ő is azt kérdezni a kutyájától, hogy mit csináljak, hogy még boldogabb legyél? Tehát erre használná föl? Ez lenne a kérdés? Bizony. Jó. Anett rátapintott az etológia egyik központi kérdésére. Hát van ilyen? Ennyi. Jó, hát oké, okay. De nem, de jó, egyik ötök, Katinka, és te se vagy jó riporter. Na, tehát az én kellek. Tisztázunk, igazad van, de te tápotatnál neki, vagy szuka kutyát? Nem, én lehet, hogy megkérdezem tőle, hogy hogy nem ciki, hogy csivava vagy, nézd meg ott egy Bernát hegyi. Tehát, hogy pici próbálnám. Hát, hogy abuzálnál ebből az önértékelését. Aha, oké. Okay. Na jó, írjátok meg nekünk, drága hallgatóink, hogy mi lenne az első dolog, amit megkérdeznél az állatottól, ha lenne lehetőséged rá? Hát most maradjunk kutyánál, macskánál nyilván, nem? Oké. Tehát, hogy ami nálatok, vagy miért rágta szét a cipődet, vagy miért pisil a szőnyegre, miért éhes, vagy szerette, vagy nem szeret. Tehát mit kérdeznél meg legelőször, ha lenne egy ilyen géped az állatottól? 0-20-22-22-122. 3:48 elmúlt egy perccel. Na, izgalmas ez a... Hát igen, szóval a hallgatóink többségének a kérdése, amit feltenne az állatához, az nagyjából a kutya szintjén van. De nem baj, mert ez lehet, hogy szándékos. Hát de, valószínű. De az biztos, hogy jól megértenék egymást. Tehát, hogy itt nem lenne kommunikáció kellene, igen. Na, Anettnek ezeket a kérdéseket Csabának kellene feltenni, nem a kutyáknak. Isten éltesse. Köszönöm szépen az oktatást. Hát teljesen jogos. Mi voltak a kérdéseid a kutya felé? Hogy boldogok vagytok el. Igen, és az anyagi része? Hogy mikor járultok hozzá az én életemhez? Mikor veszitek ki a részeteket? Igen. Na, akkor jó reggelt, utoljára akkor hittem, hogy édesanyám kutyája megértette, mit mondok neki, mikor részegen hazaértünk a sétából. Eriknek, ő egy dalmata volt, adtam inni vizet meg vodkát. Majd leültem neki verset olvasni. Néha adott ki hangot, mintha beszélne. Gondoltam, élvezi a sorokat. Miután felálltam a székről, elszaladt. A szék felborult, mert a póráz a szék lába alatt volt. Szép napot, Robi! Szegény. Ezért hallgatta még türelmesen a verset. Ó, Istenem. Szegény Erik. Annyira istenek vagytok, hogy szinte minden témában értelmes, valóban kommunikatív, jófej, humoros szakértőket találtok, és persze, bocsi, a kérdéseid szenzációsak. Hát ez a dolgunk, barátaim. Így van. Ebben vagyunk mi egy team. Így van. A profik, igen. A profik, igen. Hívnak is így bennünket az egész épületben. Szakma így emleget minket. Igen. Tehát itt az épületben profik... vannak rádiók, és néha, és amikor mi jövünk, azt mondjuk, hogy na, és most jönnek a profik. Igen. Amikor a DHL jön, a profiknak hoztam a csomagot. Igen. Na, a kérdések, amit állatoknak tennének fel a hallgatóink. Azt mondja, mit csinálsz, amikor nem vagyok itthon? Aha. Hát mondjuk annak a nyomait, ha olyan a kutya, akkor látod. Vagy egy kamerával is megtudhatod. Igen. Akkor következő kérdés. Mit szeretnél, zárójelben akarsz? Azt a mindenit. Mit szeretnél? Mit szeretnél? Akarsz. Jó kérdés. Jó, oké. Okay. Anyádért szarsz a kapu elé, szért nem tudsz hátra menni. Jó kezdése nagyon lenne ennek a 20 kérdés. Éve tartó barátságnak, ahogy kommunikációba vált. Kérdés a kutyához. 12 év után is muszáj ugrálni? Akkor most már értem, hogy a magyar kutyák miért annyira mások, mint mondjuk egy tájföldi, vagy kubai, vagy akár német kutya.
Azok sokkal nyugodtabbak. Én azt látom, és a magyar kutyák meg idegbetegek. És most már látom, mert a gazdik ilyenek. Muszáj ugrálni, miért nem hátra a kertbe. Azt látja, hogy a gazdik kiabál a postás után, akkor tudja, hogy ő is fog. Tehát hát persze. Az én kutyám 14 éves elmúlott, arra lennék kíváncsi, hogy mennyire volt szerinte boldog az élete. Ez egy arányos kérdés. Hát hiszem, mint a tiéd. Igen, azért is mondta. Az a szép benne, hogy ez még egy embernek is eléggé filozófikus, igen, és komoly gondolkodást igénylő kérdés lenne. Hát és gondolj bele, hogy azt válaszolja a kutya esetleg, hogy hát az a 14 év, ez maga volt a pokol veled. Igen, én lefeküdnék így kitárt lábakkal és karokkal a szőnyegre, és azt kérdezem a kutyámtól, hogy melyik szagom tetszik a legjobban. Na, ez már valami. Köszönöm. Ez vezet valahova. Anett, próbáld ki. Tolmács gép nélkül is menni fog. Hova megy először a kis nedves óra? Ez végre egy hasznos kísérlet lenne. Kár, hogy Katinkánál nem jutott eszembe. Hát kár. Jó reggelt, sziasztok. Megkérdezném a Huskymtól, hogy mégis mennyi kaja után mondaná, hogy elég volt. Nem kérek többet. Két darab nagy konzerv kutya kaját lazán betol, Zoli a lakatos. Hát mert adod? Sziasztok, a szomszéd kutyájától kérdezném meg, hogy mi azt ugatsz, mikor hajnalban ürítik a kukákat. Tibi. Jelzi. Mit kell jelezni? A kuka ürítés nem kell jelezni, azt csinálják csak csendben. Igen. Miért kell jelezni a kuka ürítés? Igen, hogy jaj, gazdikám, hát itt van a kukás. És kit érdekel a kukás? De hát, hogy a kutyát érdekli, mert ő figyel arra. Hát akkor nézze a kukást. De én nekem ne szóljon, hogy nézzem a kukást, mert nem érdekel a kukás. Lenne fordítógéped, és ezt hallanád. Anszor is azt mondanád, kukás, kukás, kukás. Gazdikám, kukás. Engem nem érdekel? Engem érdekel. Nézd már, milyen kukás. Nem húztad ki a kukát. Új kukás van, nézd meg. Új kukás van. Láttad őt már? Ez az új kukást. De annak lenne értem, hogy előző este szól, hogy kukákat vitt ki. Annak lenne értem. Olyan gyorsan elvennénk tőlük ez a tolmácsgépet, mint a szél. Én megkérdezem, a macskám merre csavarog órákon át, máshol is kajál-e, és megkérném, hogy ne hajnal 5-kor kéreckedjen ki vadászni, vagy vizelni, hanem 6 óra 30-kor. Mm. Egy fekete macska tulaj, Andi. Na, hát ezekre tudjuk a választ. Kajál máshol. Figyi, 4 kilós yorki vagy. Miért akarsz minden nagy kutyát kinyírni? Honnan ez a nagy önbizalom és erő? Főleg a kerítés mögött. Igen. Hát onnan, a kerítéstől persze. Aha. Jó, remek interjút hallottunk, köszönjük szépen. Miért csak a babérmegyekhez dörgölőzve tudsz vakarózni? Érezi a Laca Biáról. Valószínűleg ez egy fájdalmas pont a kapcsolatunkban. Igen. Na jó, gyerekek, alig várom már, Korda Gyuri és Barázs Klári érkeznek egy ilyen 20 percen belül, de előtte még játszunk egy Hungary Machine-t. Így van, megvan a dalszövegünk, tudjátok, vissza kell fejteni, hogy a Google mit művelt vele. Pontosan, most hívjatok 0-20-22-22-122. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz 6 perc múlva. Amikor elhoztalak az anyukától a tesóid közül, én téged választottalak. Te engem választottál volna? Erre vagyok igazán kíváncsi, Tibor. Ez egy jó kérdés, hogy ott vannak az alomban, és... Hogy a tyutyi is így gondolja el, érted? Igen, és mindig jön ez a tudod, ő engem választott, jött hozzám, ő jött oda először. Hát ezek a világokról nem tudnak, akkor jött hozzám. Hát legközelebb elépsz 3 percben, a másik jön hozzá. Ja, amikor beteg a kutyánk, és az orvos javaslatára el kell engedni. Megkérdezném tőle, hogy akar-e menni, hogy érzi magát, biztos, hogy elengedjük? Üdvözlete, Rági, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. És nehéz, az orvos azt mondja, és a kutya nincs megkérdezve. A profik észrevennék, hogy uncsi, tehát ha mi profik vagyunk, a profik észrevennék, hogy uncsi válj meg a voga is. A profik észreveszik, hogy ki a kellemetlen hallgató. A profik nem értik, hogy ez a kellemetlen hallgató miért hallgat. Igen, és a kellemetlen hallgatókra a profik már gyártottak is egy megoldást. Hát így van, és a profik ezt így nevezték el, a buták börtöne. Jó van, Hennyvel játszunk ma. Szia, Henny, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, drága Henny! Gyorsan kezdjük el, mert alig várjuk már Korda Gyuriékat, és ezt mindenképpen játszunk, de próbálunk segíteni is, jó? Jó, rendben, köszönöm. Okay, figyelj! Ma remekül vagyok, és a távolba viszlek, tehát nem lennék nélküled. Zsebre raknám, még a fájdalom is nyaralni ment, nem tudott maradni, de az is kedves, hogy érdemes élni. Nagyon szépen visszafejthető. Ne.
Az az elején, az a remekül vagyok, ez... Azaz? De ez nem? Ja, tudom, mire gondolsz. Mondja. Igen, tehát, hogy ez valaminek a szinonimája, ez a remekül vagyok. Hát a remekülnek a szinonimáját keresd meg. Akkor már meg is van lassan a dalcím. Vagy abban gondolkozol, hogy ki lehet az előadó, és ugye azért segítségképp hadd mondjam el, hogy ennek a férfi központi figurája ennek a tímnek sokféle tímben szerepelt, és mindig ő volt a központi figura. És ebben a tímben, ebben két lány veszi őt körül, három lány veszi őt körül, és remek zenész kollégájával, Dés Lászlóval csináltak a zenei részt. No, oké. Okay. Tudom. Mutatom még egyszer, jó? Jó, köszönöm. Ma remekül vagyok, és a távolba viszlek, tehát nem lennék nélküled. Zsebre raknám, még a fájdalom is nyaralni ment, nem tudott maradni, de az is kedves, hogy érdemes élni. Ez a, tehát ilyen jól érzem magam. Tehát van, lehet, hogy annak a szinonimája. Nézd, jó felé voltál, tehát hogyha azt a szót ismered, hogy szinoníma, akkor a remekülre tudsz mondani szinonimát. De azt fele mondta is, az jó. Nem? De hogy mi? És akkor megvan? Jól vagyok. Na jó, ez elfogadom. Ma jól vagyok, ez a dal cím, hogy ma jól vagyok. Ma jól vagyok, köszönöm. Azaz, igen. Ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek. Igen, még ez a zsebre tennélek. Maradni nem képes, de jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Na, csak megvan. Ők pedig a tudod kik? Nem, vagy most így nem ugrik be, vagy hát a énekesben nem vagyok benne biztos, úgyhogy inkább... Az énekes inkább rapper, de ő is énekelt a csaj. Na minden, Geszti Péter na, egyik formáció, egyik formációja a jazz meg az. Így van, ez volt. De van, jár igen. A bocsi zacsi. Így van, és benne lesz a bézbol sapka. Meg a bögre is. Gratulálunk. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok. Te is. Köszi. További szép napod. Sziasztok. Neked is. Szia, Heni. Hello. Hát gyerekek, rengetegen kérdeznék mindent a kutyájuktól. Ma, ja, ez nem a kutyától kérdezni, ma úgy vagyok, hogy jól vagyok. Ez a hülye kérdés. Na jó, gyerekek, hát ezt figyeljétek. Ó, gyerekek, ki gondolta volna ezt? Nagyon nagy. Egy remix, hát nem is remix, hanem egy mix Pixával, és hát ugye Korda Gyuri és Balázs Klári, itt a felvétel hallhatók, és hát akkora évük van ez a 2024-es. Tavaly, amikor itt voltak vendégségben, akkor azt gondoltuk, hogy hihetetlen pályafutás, hihetetlen karrier, Budapest Park, bizony. Ezt nem lehet tovább tolni. Hát ez az év, ez aztán tényleg a Kordáikról szól. De minden lesz, gyerekek, együttműködések, és nem csak ez a mix készült, van egy nőnapi is, majd abból is mutatunk, aztán beszélünk a 85-ös, hát ugye Gyuri bácsi 85. születésnapjára, vagy életévét ünneplő nagy, milyen aréna, hogy hívják, a Paplászló sportarénában a koncert májusban lesz, tehát olyan őrület van, és voltak olyan jó fejek, hogy eljöttek hozzánk, itt lesznek velünk. Egy pár perc múlva beszélgetünk Balázs Klárival és Korda Gyurival. Ez a Bocskor! 8 óra 15 perc, pont 4:09 van, jó reggelt, szevasztok mindenkinek. Hát Laci, üdvözöllek, jó reggelt. Gyuri, nincs mikrofonod, mi? Szevasztok, hello Anett, jó reggel, drága születésnapos. Sziasztok. És hát áradnak az SMS-ek a következő vendégpárosunkhoz, párosunkkal kapcsolatban. Itt ül velünk szemben, bocs, hogy megfordítom a hivatalos sorrendet. Itt ül Balázs Klári és Korda György. Sziasztok, jó reggelt. Rendben van. Na, ez olyan helyes volt, Klári, amikor az előbb ment a reptér. Igen. És rajtad egy fejhallgató, én még életemben nem hallottam, hogy te énekeled a repteret. Te elkezdted itt énekelni, azt vetted? Nem is vetted észre? Hát általában jövök, megyek, rántást keverek közben is tudom énekelni. De ez, valahogy ez az én nem, csak hogy a Balázs Klári előadásában a reptér még nem csendünt fel, de ez csak nekünk volt itt, még a háttérben. Hát még sose lehet tudni, mik történnek, igaz, Gyuri? Annyi dalomat dolgozták föl, miért ne dolgoznám föl ezt? Ja, persze. Nagyon jó ötletet adtál, mindig keresélek dalokat, ugye, mert én nem járkáltam zene
a szerzők, hogy írjál már nekem egy dalt, hanem földolgozásokat csináltam, és akkor lehet, hogy most a te dalaidból föl fogok dolgozni, már mindenki földolgozza. Csak óvatos. Csak de nekem papírom van erről, hogy földolgozhatom, nem? Van ilyen papírotok, igen? Hát, hogy össze vagyunk házasok. Ja, ugyan. Gondolom, hogy ez feljogosítja a dolgokra. Igen, mert azért nemzeti kincs a Gyuri dal repertoárja, tehát azért az nem nyúlhat mindenki. Tényleg, nemzetközi nőnap, Gyuri, felköszöntetted Klárikát valamilyen módon? Még nem volt idő, nagyon korán ide jöttünk. Tessék. Wow. Gyuri. Igen. Gyuri, te ilyen figyelmes vagy. Én nekem nincs odónak a Klárika bőnyeim. Ezt látnák a hölgyek, hogy milyen férje van, Gyuri. Ez a virág jelképezze azt. Igen. Amit érzek. Aki a kicsit nem becsüli, nagyon nem érdemli, úgyhogy kaptam egy gyönyörű szárnyirát. Ez a virág... Bárjál, azt mondta Gyuri. Erre nem gondoltam, ez a virág, erre a válaszra. Ez a virág jelképezze azt, amit érzek. Amely virágot én csempésztem Gyuri kezébe egy másodperce. Erre kaptam azt a választ, aki a kicsit nem becsüli, hogy az van ez? Nagyot nem érdemli. Az a nagyot nem érdemli. De ez a brilliánsokra is így van. De nem, ez tudom, mit jelent. Az előbb mondtad, hogy Tomsics Rudolf milyen klassz férfi volt. Igen. Nyilván rágondoltál a kicsivel, de viszont... Te a Gyurit kaptad meg. De annyira nem ismertem a Rudit, annyira... hogy én erről nyilatkozzak. Nem mondasz, hogy Rudi, nevezünk Rudolfnak. Bocsikám, ebből jól nem lehet kijönni, hagyjuk ezt a témát. De nem, hát két férfi van, aki saját magáról képes öniróniával beszélni. Vagy az, aki azt mondja, hogy nagy, vagy a bátran vállalja, hogy kicsi. Nem? Én a nagyok közé tartozom. Olajá! Micsoda önirónia! Na Gyuri, mi egy klubban vagyunk, nem? Hát voltunk. Na jó, hagyjuk ezt a témát. A humor a legfontosabb az életben. Ez a legfontosabb, így van. Nemzetközi nőnap van, azért mondom, hogy hagyjuk tényleg a nőket tisztelve. Viszont, ami igaz az, hogy a Virágeső című dalod, amelynek ugye mindjárt egy ilyen részletét bemutatunk remixelve, ez most lett csak nőnapinak kikiáltva? Nem, ez mindig is a nőnapnak az egyik emblematikus dala volt. Erről szól. Amit mi kívánunk a hölgyeknek, mindig ilyen eső hújjon, reálljuk. Igen, és egy nagy csokor. Igen. És egy nagy csokor virág. Elnézést, egy szál. A viccet félretéve. Én mindig is ilyen témákról énekeltem egész életemben. Szeretet, szerelem, barátság, tehát soha nem világ megváltó dolgokról, de úgy látszik, hogy hát ez az egyetlen, ami működik, az hozzátartozik, igen, az érzelm is hozzátartozik az élethez, és hát ezeken a különleges napokon, mint a nőnap, pláne. Hallgassunk bele egy picit, mert ez egy remix, ha jól tudom. Remix vagy remix? Na hát te hogy mondanád? Remix. Remix. Mindegy, remix. Á, nem, én másra gondoltam. Ja. Oké, okay, na már hallgassunk egy picit bele. Stb. Nagyon furcsa nekem egyébként ez a hangszerelés. Az előbb mondtad a Reptérrel kapcsolatban, hogy az még az eredeti felvétel, és hát tényleg az eredeti zenekarral. Igen. Hallani neked, aki azért mégis mindig nagy zenekarokkal, Tomsics Rudolf mellett játszottál, hallani ezt a ez jó, újszerű, kíváncsivá tesz, vagy inkább hagyod? Már a feldolgozásokra gondolsz. Igen. Sokszor nem értem. Uh-huh.
Nem, ezt én értem. Megkérdezte, őszintén válaszolok. Igazad van, Gyuri. És sokszor a videoklipbe se értem a szerepemet, de... És az övé a dal. Jó. De van benne valami, mert például a Reptérnek a videoklipjébe van egy-két mondat, ami megfogta a közönséget, és amitől túl van a 25 millió modik nézettségen. Tehát azért... Lehet, mondjuk, hogy az én mondatom, Gyuri? Az egyik. Jaj, ez egy aranyos dolog. Melyik az? Hogy mondjam el, nőnap a kislányok. A szilveszterkor ott állnak az első sorban egy fellépésem, és utána jönnek ki, és mondjuk, Gyuri bácsi, csinálhatunk egy közös képet, mondom, gyertek gyerekek. Az egyik kislány 6 éves megszólal. Szóval Gyuri bácsi, mondhatok egy mondatot? Mondjál, drágám. Belém karol, és a Reptér produkcióban, tehát a videóban van egy ilyen, hogy jönnek a stewardessek kapitánnyal, én azt mondom, hogy esküszöm, nekem pilótának kellett volna mennem, mire a Klári azt mondja. Epésen mondom. Majd én vonulok veled, Gyurikám. Belém karol a kislány, és azt mondja nekem, majd én vonulok veled, Gyurikám. De én. 6 éves, azt hittem, ott olvadok. De édes. De jó. De ezt csak arra felmondom, bocsánatot kérek, sokszor nem tudom, hogy minek mi értelme van. Abszolút. De igen, ezt akartam kérdezni tőletek, hogy azért van itt egy másik mix is, ez tök érdekes, hogy ez a fiatalság bolondság. Na, ez a bár. Na mond. Igen. Érted, azt mondja, hogy most a videoklipről beszélsz, hogy a videót nem láttam. Akkor mondd te. A videoklipnél azt mondja nekem a rendező ritmusra, Klárikám megadta, ta, és azt csak csinálj így a fejedet. Ezt a részt én szeretem. Bologassál. Nekem igazat ad benne. És a videoklipben meg úgy jön, Klárikám megadta, ta, ahogy bologatok. Tehát sokszor nem értem, hogy miről van szó. Vagy azt mondja, tudjátok, miért ilyen szép? Mert kordába van tartva már Klárika. És akkor két ilyen fiatal, hogy néz egymásra. Tehát értem, amit mondasz. Érted, amit mondok? Igen, de ezért akartam ezt megtudni tőletek, hogy ugye itt vannak ezek a mixek, remixek, majd arról is beszéljünk, hogy ez a fiatalság, bolondság, én azt hittem, ez egy régi dal, de elkezdek keresni. Volt ilyen? Nem. Ugye, hogy nem. Klárika, te is ezt hitted? Én is azt hittem, hogy ez egy régi dal, és elkezdtük keresni az eredetiet, és nincs, ez egy új dal. Egy új dal. Igen. De ez a fiatalság, bolondság című mondat valamelyik dalban régen... Ez egy régi szlogen volt, vagy filmből, vagy nem tudom honnan, igen. Tehát ez egy régen használatos szlogen, de én is azt hittem, hogy ez egy dal, de megnéztük, hogy nem. Egy picit ebbe is hallgassunk bele, jó? És aztán beszélünk erről. Jó. Most kell bólogatni? Ez a... Mindjárt jön a bólogatás. Nem, most nem az jön. Sok-sok év, sok-sok kilométer. És azt mondja, most így mond. És mi szeretjük egymást, Klárikám. Hogy ezt így mondjam. Hogy ezt így mondjad. Na jó, szóval, csináljátok ezeket. Nyilván a sikeretek az megkérdőjelezhetetlen. És úgy megkérdőjelezhetetlen, hogy rátok nem röhögni mennek ki az emberek, hanem tényleg tisztelettel, igen, szórakozni vágyással, szeretettel imádják azt, ami ti vagytok. Ugyanakkor hát tudjuk, hogy ugye abból a korból származik a dalok többsége, és aztán itt vannak ezek a mixek.
hogy ez nektek egy stratégiátok volt, hogy hogy lehet ezt a fajta zenei örökséget átmenteni a mai generációnak is, vagy jöttek hozzátok ez a nem értem figurák, de hadd csinálják. Jöttek a nem értem figurák. Foglalkoztunk, hogy ez legyen. Rengeteg dalunkat dolgozták föl. De ezt engedni kell egyébként? Engedélyezni? Nekünk nem, nekünk semmi közünk ehhez. Itt a szerzőkkel kell, én azt hiszem, tehát az előadóknak nincsen közük hozzá. Maximum az, hogy ha nagyon nagy túlzásokba esnek ilyen feldolgozások, már egy volt, aminél én azt mondtam, hogy na, ezt ne. De hiába tiltakoztál, Gyuri. De nem, mert volt a Honai Miridek egy ilyen parodiája a reptérrel, és ott a Breznyevvel csókolóztam. Lázálom. Hát szóval erre azt mondtam már, hogy ne. Azért azt talán ne. Mert gatyába porszívózott. Meg gatyába porszívóztam. Ez adott egy ötletet nekem, de nem volt jó. Sok mindent csináltam otthon, de még nem porszívoztam, és nem főleg nem gatyában. Ja, nem főztél? Nem, soha. Isten őriz. De hogy te igen? Én igen. Klárika nagyon. Persze, ha fogyókúrába kezd az ember, mindenképpen kell otthon főzni. Szóval az... De nem másokra bízni ezt, igen. Nem, hát akkor belekerülnek az ízfokozók az éttermekbe, Istenem. Ja, persze. De hát az hízlal, szóval... Most nem... közben nézek az órára, mert egy hírblokkra meg kell szakítanunk, de azért ez az év óriási a számotokra. Tavaly még ugye a Budapest Park okán kapcsán is beszélgettünk, itt néztük, megtelik a Budapest Park, hát szétrepett, és most a Papp László Sportaréna május 11-én, még, ugye? Május 11, még 2,5 hónap van. És hátra. A 85% már elment. 85% igen, elment. Ez nagyon nagy dolog. Ez elképesztő. Igen. Tehát az Aerosmith játszik ott, meg nem tudom kicsoda, tehát hogy ilyen nagyok. És hogy ezt megcsináljátok, hogy ez egy teljesen más felkészülést igényel? Abszolút. Bizony. Ez majdnem, hogy egy ilyen fél éves... teljes pihenés. Nem úgy a pihenés, csak az, hogy nem vállalunk ilyen olyan fellépéseket, amelyek hirdetett fellépések. Tehát egyrészt ugye nem akarjuk elvonni a közönséget. Igen, már nem tudjuk elvonni, mert már ők tulajdonképpen megvannak, de viszont új zenekarunk van. Új próbák beindultak. De ez hogy megy? Én látok rockzenekarokat, de még énekeseket is, általában ilyen raktárépületen, garázsban összejönnek, stb., hogy azért egy ilyen produkció, amit ti csináltok, az ott hol van a próba? Mi ez most a TomTom stúdióba kezdtünk el próbálni, ott a Dorosmai Petinél. Ott veszik föl azokat a hangszereket, amik nem lesznek ott a színpadon. Uh-huh. Például, de vonósok lesznek például, úgy néz ki, hogy és teljesen minden, majdnem minden dal teljesen újonnan énekelünk. És amit én nagyon szeretek, három lány lesz, akik fúvósok és vokalisták. Tudjátok, hogy a Ross Stewart show-iba vannak. Szuper abszolút, hegedű, szakszofonó, igen. Nagyon. Mindig mondják, hogy nem zavar, hogy más nő is a színpad, de hogy zavar. Tényleg, te egyáltalán vagy féltékeny már? Nem. Már azelőtt sem voltál. Sose voltál? Figyelj ide, ha valaki az ember szerelmét, férjét el tudja vinni, úgyis elviszi. Hogyha én rágom a párnacsücskét, hogy jaj, nem, én tudtam, de hogy bocsikám, ő az én emberem. Na, haragudj, egy 86 éves palikinek kell. De voltál 40 is. Gyuri, látod, hogy újra lehet nősülni, nehogy eszedbe jusson itt valami. Én rengeteg ilyenről hallottam, hogy és te egyébként brutál jól nézel ki. Hát ez nem én vagyok. De, nem. Jó, mikor fejeződött be az, amikor nők téged szándékkal keresgéltek? Figyelj, az sosem fejeződik. 45 évvel ezelőtt. Akkor megismerted Klárikát? Igen. De az ott nem is próbálkoztam. Ez nem igaz. Ne panaszkodj már. Megkérdezte, válaszoltam, Júli. Ez nem panasz. Hát amiket nekem írtak levelekben ők, azok azért azt, hogyha most fölolvasnám, pirulnánk mindannyian. De hát... De bátrak rajtad keresztül írnak a Gyurinak? De szíttak engem, mint a bokra. Oh.
Igen, de én ezt szeretem, szígyenek még sokáig. Igen, hát ez... De mi van abban a levélben, hogy te szemét Klárika, igen, és igen. Ezt is ezt csinálnám te Gyurikáddal? Te senki, te rohadt, te de... honnan kerültél elő? És itt ilyen. De leírja, hogy mit csinálna a Gyurikával helyetted? Ő volt az igazi szerelem, és én csak egy ilyen kellék vagyok, meg ilyen. Ja, te ezek ilyen exek? Volt egy bocsánat. Egyszer volt egy ilyen, most név nélkül mondom, hát az egy kicsit kínos volt. 15 évvel azután, hogy megismertem a Klárit, hazajött egy hölgy, akivel együtt éltem ott kint egy évig. Nagy hiba volt. Majd megtudjátok. Él a hölgy? És, hát és a, igen. Igen, és az egyik televíziós műsor, nem tudom, hogy került oda, és elkezdte faggatódni, hogy hát hogy volt, mint volt, és elkezdte, hogy 3 hónapig kis helyettünk az ágyba. Ilyen furcsaságokat. Klárinak mesélte? Nem, a tévésóban. A tévében? És az illetőségek, csak kérdezte, mondtad, hogy régen vörös voltam, azóta vagyok szőke. 2 vörös nő a műsorvezető, nem mondunk nevet, meg ez a hölgy, vörösek voltak. Ültem a képernyő előtt, mondom, Úristen, és én is vörös vagy. Péntek volt. Hétfőn telefonáltam a fodrásznak, mondom, Laci, mehetek hozzád? Jöhetsz, tudom, miért jössz. És akkor, és akkor elkezdte a eddig érő hosszú, szép vörös hajamat csíkozni, és a végén annyi csík került bele, hogy szőke lettem, és... Én még mindig vörösnek érzem magam. Ez olyan érzés, mint amikor valaki kövér, csontra fogy, és csontra fogyva is kövérnek érzi magát. De tudod, mi az érdekes, hogy mindig ezt kérdezik a Klárittól. Tőlem még soha nem kérdez, illetve még azt soha nem kérdezték meg, hogy te ki voltál téve valamiféle ilyen megpróbáltat. Atrocitásnak? Igen, megpróbáltat. Igen, tényleg, Klári. De nagyon édesek vagy. De most komolyan, hát ez egy bombázó vagy. Jaj, imádlak. Hogy tényleg bombázó máskor. Vagy. Hát most hát, mit, nem egy Gyuri azt mondanám, hogy Klári, figyelj. Kösz, hogy meghívtál. Őszinte leszek, azért azt megérzik a férfiak, hogyha valaki megközelíthető. Egyébként ez mind a két nemnél igaz. Tehát megérzik. Én mindig tiszteletet kaptam, kedvességet kaptam. Volt, aki esetleg nem tudta, hogy házasok vagyunk. Amerikában ott volt egy fiú, aki konkrétan megkérte a kezemet, sőt eljött Magyarországra is, mert ő nem volt képben, rosszul beszélt, ilyen fél magyar volt, és aztán így tudta meg. Nem, az úgy kezdődött, hogy én Amerikában addig 5-ször voltam kint, amíg a Klárival meg is megkedtem, és hát el volt terjedve, hogy hát szabad a préda. Szabad igen. A pálya. És mikor a Klárival kimentem, mondom, Klárika, ne mondjuk még azt, hogy ne legyen publikus, összetartozunk, és meg voltunk hívva egy vacsorára, és akkor már együtt éltünk, és fogtam, és beleettem a kajájába, és azt mondta, kolléga úr, ne egyen a tálba. És elkezdett külön. Valaki komolyan udvarolni neki, de hát jó, nem érdekes. És az ez Magyarországra, és itt tudta meg, akarta kérni a kezét. Igen, egyébként egy sinos, tudta meg, hogy már házasok vagyunk. Nem akartam elárulni neki, hogy én 3-mal vagy 4-jel idősebb vagyok, mint te. Na de én ezt egy picit sajnáltam, ezt a fiút, mert úgy láttam, hogy komolyan... Jó, hát úgy sajnáltam. Jó, oké. Úgy sajnáltam, hogy Gyuri... eljött ide potyára, tehát igen, vicc volt az egész. De a lényeg az, hogy a tiszteletet mindig igen. Megadjuk. Én legalábbis aztán még volt egy valaki, aki mondta, hogy ezt kap, hogy nem akarsz, hogy mi? Bundát, brilliáns, mondom, van. De szép, az is van. Mondom, és férjem is van. De szerencsére én mindig olyan aranyos hölgyekkel voltam körülvéve, akiknek volt humoruk. Egyet elmondom, a feleségem volt. 4 hónapig. 21 éves koromban. Igen. Mindegy, de megnősült, ő volt 27, akkor igen.
És aztán 4 hónap után külön mentünk, jó haverok maradtunk, Klárit el akartam venni 20 évvel később, és bementünk a házasságkötő, tudod, ahol alá kerül a park. Azt mondja, művész úr, maga nem nősülhet. Mondom, miért nem nősülhetnék? Mert be van írva, hogy felesége neve, elfelejtettünk elválni. Ez annyira, Gyuri. Telefonáltam neki, hogy Ibikém, el kéne válnunk 20 év után. Azt mondja, mire ez a nagy sietség? Azért mondom, mindig ilyen aranyos emberekkel voltam. Kivéve a Vörös a tévében. Kivéve a Vörös a tévében. Igen. Jövünk vissza egy pár perc múlva Korda Gyurival és Balázs Klárival. 9 elmúlt 2 perccel, és továbbra is vendégünk Balázs Klári és Korda Gyuri! Aj, de imádlak benneteket. Köszönjük. Nem, csak itt van mellettem 2 plusz figura. És ez ugye nyilvánvalóan ti vagytok, tehát aha. Klárika és Gyuri plusz figuraként, ez hogy jött? Tehát látom, hogy van pókerkártya a zsebedben, Klárika, te már a nem vörös, hanem a szőke vagy, de lélekben vörös. Lélekben vörös, figura, és 2 cuki plusz figura. De nem csak ez van. Van nyakkendő, kordás nyakkendő, van klárikás szatyor, van napozó le... Nem én vagyok a szatyor. Ez egy... Még várok egy pár évet, és az lehetek. Akkor van napozó lepedő, törölköző, tehát ez egy teljes szett. Teljes szett, merchandising, mint a legnagyobb nemzetközi rockzenekaroknál. Igen. Meg a Sernél láttuk ezt Las Vegasban. Sernél. Ó, Sernél. Újra fog turnézni, el akarok menni. Én már 2-szer láttam nagy koncertjét, 1-szer Sydneybe, 1-szer Las Vegasba, és akkor hova? Képzeld el, voltunk egyszer... Európában jön. Egyszer Las Vegasban meg voltunk hívva Cher koncertre, és a VIP részen ültünk, és utána odajött egy hölgy, és mondta, hogy a művésznő a fogadásra vár minket. Wow. Magyar volt a stylistja. Ott volt a Jack Nicholson, a Richard Dreyfuss, a különböző rendezők, és a menedzser hölgy azt mondta mindenkinek, ezeken kívül, ugye a nagy neveken kívül, Mr. and Mrs. Korda, 3 minutes, 3 perc. Igen. Csak adtak, és akkor kijött a Cher, akkor 2 percet beszélgettünk, és 1 perc fotózás volt. És azt se felejtem, azt mondta a Klárita tőle, azt mondta, de milyen szép vagy. De. Oh. Aj, de jó. És 3 perc, 2 perc. 2 perc. És abból mennyit beszélt Klárika? Elmondtuk. Nagyjából elmondtam, hogy Sydneybe láttam a koncertjét 1985-ben. És most is ugyan nagyon-nagyon tetszett, nagyon tánccentrikus a Cher, nagyon jó táncosai vannak, minden ugyanaz volt, a kosztümök is, csak a cipősarka nem 15 centis volt, hanem csak 5. Oh, azóta ezt elmondtad? Nem. Oh. De ez észletlen. Várjál, akkor rakjunk össze egy pár dolgot, mert most eszembe jutott újra az aréna koncertetek. Igen. Tehát, mint a nagy rockstárok, van Korda, Balázs Klári, plusz figura. Van póló, van napozó törülköző, van szatyor. Igen. Oké, tehát akkor az arénában lesz egy shop. Igen. Lesz shop? Igen. Úgy tudom, és hogy ezeket, igen. Ezeket lehet venni. Igen. De nem csak ezt. Na? Megjelenik egy kiadványunk a Hungaroton gondozásában, és ha jól tudom, és nem titok, megjelenik egy könyv rólunk. Aha. Ez is ott lesz a shopban. És ez is ott lesz a shopban. Jól fogtok kaszálni. Ez jutott eszembe? De nem biztos, hogy mi. Ja, nem... Gyuri! Nem biztos, hogy mi. Na, várjál. De édes vagy. Jó. És akkor ott tartottuk, ugye, ott van a koncert, 85% már ugye jegyeladásban elment. Igen. Ez azt jelenti, hogy ez májusig, ez bőven 100 lesz. Teszem hozzá, hogy nálunk is lehet nyerni a Retro Rádióban erre a koncertre, május 11-ére jegyet. Na most ez a koncert, ez most minden tortának a habja, vagy minden habnak a tortája? Tehát én szerintem igen.
mindenféle vonatkozásban, úgy színpadi megjelenésben, a dalokban, az, hogy földolgoztuk és újra énekeljük a dalokat, a színpad annyira tele, nem csak fúvósokkal, zenekarral, hanem vonos nagy zenekarral. 16 táncossal. A vizuál nagy, és micsoda vendégek. Dobrádi Ákos és Charlie. Az én barátom. Charlie, a Dobrádival nem tudsz levenni a lábamról, de Charlie-val igen. Én szeretem az Ákos. Nem, én is szeretem egyébként. Persze. Nem, ez óriási, de egyébként ti hogy csináljátok, amikor egy ilyen nagy koncert van, nyilván vannak közös részek, nyilván vannak Gyuri részek, vannak Klári részek. Hát ez a koncepciót ezt most állítjuk össze, hogy végül is milyen alapon, mert ugye itt más is van, ugye a vendégeket úgy kell beépíteni a műsorba, hogy a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb és hogy jól érezzük felhajt, hogy jól érezzük magát. Ők is, mi is. Tehát érdekes. Nem, hát ez nagyon izgi lesz. De egyébként mit csinálsz, amikor Klárika, te lemész a színpadon, és a Gyurinak van egy, mit tudom, szóló 15 perce, akkor te fordítva. Akkor átöltözök. Én soha nem megyek. A Klárika mindig fönn van a színpadon, ja, én mindig, megyek. Ja, te húzol le. És te mit csinálsz? Leülök akkor. A pihi van. Pihi van, átöltözés is van? Igen. Aha. Hát az viszont főleg a Klárika. Nekem 4 átöltözésem van, úgyhogy most tervezik a ruhákat. Én csak egyszer öltözök át. Tehát a ruha is egyszer egy másik. Megvan-e már az, hogy mely dalok milyen sorrendben következnek? Igen. Alapulóban van. A Reptér hova kerül? A Reptér egy főhelyre, de nem a legvégére, aha, mert a legvégén még egyszer elének. A Repteret. A Repteret. Aha, oké. A My Way lesz-e? Egy nagyon érdekes feldolgozás, amit soha nem hallottak tőlem. Egy Gypsy King-es feldolgozás. A My Way-nek? Egy picit ilyen spanyolos... Abszolút, nagyon. The end is near, and so I face the final curtain, my friend. Tehát ilyen gitárok is. Wow. Igen, és... What I'm certain... Hogy van tovább? I live the life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Ez nekem riba bőr ez a dal. Esküszöm, neked ilyenre még nem vett rá senki, hogy reggel 9-kor így énekeljen. Na, ugye, hogy szól ez neked reggel is. Ja, csak én meg ráénekelek hamisan, és mindenki. Nem voltál hamis. Nagyon jó volt. Ja, drága vagy. Ja, még valami eszembe jutott, megint csak, hogy a Dorkóval van egy együttműködésetek. Kivel? Jó, hát akkor ennyi. Köszönjük, hogy itt volt. A Dor, nem igaz? Jól mondtam? A Dorkóval? Dorkó. Az a ilyen sportszer márka megkeresett benneteket. Nem tudtok rólam? Hát akkor jó hírünk van. A DRK ilyen... Gyurikám édes. Na. Hát de én tudom, 23-án lesz a bemutató. Hát akkor nézd meg, nézzél be, vettem iPad-et neki, hogy tudja, hogy mikor, hol van. Becsukik majdtól. De jó, nem? Jó, akkor semmi. De, hát akkor majd meg fogjuk tudni. 23-án. Akkor lesz a leleplezése ennek. Igen, igen. Ja, akkor igen. Még azért nem tudjuk. Jó. Hát ez izgi. Miért sok mindenről én nem tudok? Csak remélem, itt lesz a leleplezése minden. Bármikor egyébként, hogyha valamit le akartok leplezni, vagy bármi, mi jön. Vagyunk, jó? Van, akár aznap reggel ide szóltok, jöttök. Tényleg. Leplezünk. Itt vagyunk. Mi a helyzet? Mert ez az év, ez nagyon fullos. Mondtad nagyon. Is, hogy már ezeket a ilyen apró kis fellépéseket most nem csináljátok, mert ugye az arénára koncentráltok. Mondja, Gyuri. Valamivel eldicsek. Kedhetek. Persze. 14-én leszek az Erzsébetváros díszpolgára. Wow. Oh. Nem azért... Hát dicsekedjél el azzal is, amit ketten kaptunk. Az a múlt évben, mert már lettünk a második kerület díszpolgárai a Klárikával együtt.
De ez a múlt évben az volt. Az a múlt évben volt, de igen. Mondtam, a bocsi azt mondta, hogy... Annyira megérdemlem, 44 éve vagyok a második kerületben, megveled. Hát az Erzsébet városban én nem laktam sosem. Nem, Gyuri, de én ott nőttem föl, és ott születtem, és... Nagyon nagy megtisztelt. De jó, hát nyomot hagytál. Kíváncsiak a Las Vegas-i medencéből, mikor kapsz egy valami díszpolgárt. Ami kész, az múli. Egy icipici gúnytvélek fölfedezni. Oh, hogy, oh, de hogy. Jaj, nagyon édesek vagy. Mi van jövőre? Tehát, hogy ennyire telepakoltátok a 2024-es évet, 2025 még nagyobb lapáttal tesztek rá, vagy... Hát, beszélhetünk róla, hogy jövőre is terveznek és sportolni. Igen. Csak hát azért ahhoz az kell, hogy tényleg ilyen jó kondiba is. Hát Gyuri, hát vitaminozlak rendesen, meg vigyázzak. Igen, de azért valljuk be őszintén, hogy... Valljuk be. Ilyen korú énekes nem sok volt ezen a pályán. Aktív hát a Tony Bennett néha csinált egy... Talán Tony Bennett, aki most halt meg 96 évesen, de az más értett, hogy 10 évenként csinál egy felvételt, meg a Lady Gaga-val csinált egy dalt. Egy dalt, igen. És más az, hogy kiállsz egy két órás koncertre. Igen. Tavaly ugye 75 fellépést csináltunk. Idén is lesz egy 40 legalább. Tavaly elő 110-et csináltuk, tavaly de úgy hagyja az adóhivatal is, tehát hogy teljesen. Tudja is. Nem, szóval ez, ez a jóisten segítsége kell. És legyen így, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenki tartsa fejben május 11. Korda György és Balázs Klári és Korda György, hogy mind a két sorrend meglegyen. Paplászló Sportarénában óriási gigakoncert Dobrádi Ákossal, Charlie-val vendégként, óriás zenekarral és a My Way Gypsy Kings feldolgozásban. Az akkor egy gyönyörű táncosokkal az operációban. Hagyj búcsúzzak, stílszerűen minden hölgynek sok boldogságot kívánunk a nőnap alkalmából. És találkozunk a Sportarénában. Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Köszönjük nektek! És Korda Gyuri! Köszönjük. Jaj, gyerekek. Jövünk vissza, itt nyilván nem lesz ma már hangsabb, de jövünk vissza a Vokcival, egyébként egy baromi érdekes témát hozott a Vokci. Ő azt mondja, hogy beszéljük már meg, hogy milyen nőtípusok voltak, ez most a férfiakhoz szól, milyen nőtípusok voltak az életünkben, akik kellettek ahhoz, hogy elvezetődj az igazihoz, a nagy őhöz. Ezt egyébként a Gyuriéktől is megkérdezhetük volna, de most már nem kérdezzük meg, mert akkor elmegy az idő. Tehát mindenki gondolom, hogy rá fog ismerni, hogy van egy gyengéje nőtípusban, akikkel nem sikerült, de ők kellettek ahhoz, az hogy megtalált. Az oda. Ja, és ezt fogja nekünk a Vokci majd szépen elmondani. Jövünk vissza a hírek után. 9 óra 15 perc, pont 4:10 van, jó reggelt megint, szia Laci! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt Gyuri! Jó reggelt, hello! Hello Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szülinapos drága Anett, még Klárika is felköszöntött meg, igen, Gyuri bácsi. Igen, annyira édesek voltak ők is. Ó, tök jó ez a nap! Nagyon jó ez a nap. Hát gyerekek, mindenki oda van. Tehát amikor ők itt vannak nálunk, az tényleg egy ünnep. Jó reggelt, bocsi csapat, további jó egészséget, sok sikert kívánok Klárikának, Gyuri bácsinak. Fantasztikus volt a tavalyi Budapest parkos buli. Anettnek boldog szülinapot. Bocskor tím, a kis héja Anettnek boldog szülinapot kívánok, a hölgyeknek meg a Retro Rádióban boldog nőnapot. Kordaházas pár még mindig nagyon jó, András Győrből. 5 éves kisfiam szeme felragyogott reggeli közben, mikor meghallott, hogy jön Gyuri bácsi a Bocskor Gáborhoz. Tavaly volt Pakson, nagyon jó volt. Ha jön egy dal tőle, azonnal felismeri őt, Johnny Cash-t és Dave Grohl-t. Marci most is hallgatja figyelmesen. Hello, Marci. A Korda házaspár egyszer imádnivaló és ikonikus alakja a magyar zenei világnak, ráadásul igazi humorbombák. Isten éltesse őket, még sokáig sok erőt kívánok a koncertjük, az Klárika és Gyuri bácsi forever, üzeni Botond Bajáról. Klárika és Gyuri bácsi az Isten császár. Fergeteges humorok van is, amilyen iróniával beszélnek magukról, csodálatos Jóci, a bordíler. Egyszerűen imádnivalóak, ti pedig a legjobbak vagytok, hogy meghívtátok őket a tőletek megszokott profizmussal, tisztelettel a művész házas pár felé. Timi Pécs. Drága Klárika és Gyuri, nekünk ti vagytok az emberi, zárójelben pár kapcsolatok példaképe. No meg a koncertjeitek alatt a másik felé sugárzó alázatot és tiszteletet is jó látni és átélni. Köszönjük a Fal Doktor. Ez meg Főni, ez csodálatos volt, bőgök, mint a kisgyerek Tonyó. És basszus, mekkorát tolt az öreg reggel 9-kor éjgyomorra, fáradt hanggal, balkézből, finnyából, ráadásul pont a My Way-t, Sinatra is megirigyelhetné. Ennyit erről.
Jöjjön a Gyuri. A Gyuri? Fogci. Biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Fogci! Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok! Anett, az Isten áldjon! Jaj, és köszönöm! Meg a többieket is egy kicsit, mivel nemzetközi nőnap van, ezzel nagyon is, hogy is mondjam, el vagyok ájulva tőletek. Én is. És amiről most fogok beszélni, az senkire nem vonatkozik közületek. Na, de nem, ez fú, úgy vezettem már fel, Fogci, ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Aha. Hát én eléggé bajban voltam, mert mondom az Ildikónak, hát én nem tudok részt venni, különösebben csak itt locsogni rólam, azt mondja, azt mondja, de hogy nem mondom a típusokat, akikkel jártál. és elkezdte sorolni azt, hogy hát azzal kezdte, mind X-lábú volt és kövér és idióta, de mondom, ki melyikre vonatkozik. Ugyanis azért az Ildikóval én mielőtt ugye, hát mi ismertük, óvodából ismertük egymást, meg egy helyen laktunk, meg mit tudom én, de hát tulajdonképpen mi gimiben jöttünk össze, és addig azért ő figyelemmel kísérte az én utamat, és hát én is az övét, és hát így állandóan nézegettük egymást, és aztán egyszer csak ezért találkozott a vonat, és ezért hát közös élmények beindultak. Na de nézzük, hogy kik ezek a típusok, mire eljutunk a nagy őhöz. De az, alapvetően ez kell, tehát kell végigmenünk egy lépcsőt különböző nőtípusokon, vagy akár azonos nőtípusokon, hogy rájöjjünk, hogy ki a nagy ő, tehát ők kellenek hozzá. Igen, mert ha ezeknél valamelyiknél leragadsz, akkor véged van. Tehát tulajdonképpen ezek az, amik taszítanak, érted? Tehát ebből ki kell, hogy szálljál, mert ebből nem lesz kapcsolat, az a lényeg. Érted? Tehát ezek áthidalthatatlan típusok, hogy úgy mondjam. Ezek persze nem alkati, meg nem, tehát nyilván az ízlés az mindenféleképpen különbözik mindenhol. Nem, itt viselkedés, pszichológia az, ami eltántorítja az embert attól, hogy egyáltalán valakivel hosszabb távon kapcsolatot tudjon tartani. Na nézzük talán, ahogy én néztem ezeket, de nem, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy az első kategóriát, 10 kategóriát mondok, nézzük, hogy ti melyikkel találkoztatok. Ezek ilyen kutatások alapján összegyűjtött dolgok, tehát ez nem újonból szoptam ki. Azt mondja, az első típus az apuka pici lánya. Ez az, aki, az a nőtípus, aki nem tud még egyelőre még egy férfit elképzelni az életében, de befogad azért téged, csak bármi, ami történik, mindig az apjához fordul. És igyekszik téged is arra fele terelni, hogy menj el apuval meccsre, menj el apuval horgászni, menj el apuval ide, meg oda, meg a húsfeldolgozóba, mert ott dolgozik, meg izé. Menj el apuval a húsfeldolgozóba, ez nem hiszem. Igen. És akkor meg segíts neki betonozni, meg de amikor és akkor te reménykedsz, hogy ezáltal majd a csajhoz egyre közelebb kerülsz, és akkor majd lesz valami, de nem. Mi az ég adt a világon. Tehát, hát mert ő valószínűleg benned is egyfajta ilyen apuka figurát keres. De hát ugye amíg ott van apuka, ez legyőzhetetlen. Ez igen, sajnos igen. Tehát nekem ilyen nem volt. Gyuri, neked? Nem volt. Volt. Volt, aha. Nekem ilyen sem volt. Nekem sem volt ilyen. Na aztán jön a parti állat. A parti állat az amikor tudod, hogy véletlenül hozzácsapottál, azt egyszer csak összejöttök, de tulajdonképpen olyan sokat te nem jelentesz neki, viszont rángat magával mindenhova, baromi sok ismerőse van, hirtelen nem tudod, hogy ezek között neked hol a helyed, csak legtöbbször mondjuk úgy veled van, de hogyha egy estét egyedül kettesben töltötök el, akkor már gáz van, mert akkor nem tudsz versenyezni azokkal a partis iszonyú élményekkel, amiket ők, vagy a társaság kíván, neked ez nem. Tehát nem ott nyílik ki, ő ott él igazán, és ha kettesben van veled, akkor az igazából uncsi, és mind a két fél igen, számára. És akkor is arról beszél, hogy hol lesznek partik, mire kéne elmenni, stb. Hát ez a Gyuri nőben. Ez az egyetemi magánéletem, János. Nagyjából. Igen, de ez te vagy, Gyuri, ez most nőkről beszélünk. Igen, csak hogy én ismerem ezt a nőtípust. Nagyon is, hát mondom, ez nagyjából az egyetemi magánéletem, amit leírt. Na most itt azért van összejövetel már, tehát hogy légyottok azért itt összejönnek. Össze. Csak a gyakorlatilag itt erről szól ez az egész. Tehát a hosszabb távú kapcsolatban ez, szóval ez nem egy feleségvadász életmód, hogy úgy mondjam. Na aztán akkor következő. Hát ilyen is lehet. Hát a jó tanuló. Ez a jó tanuló az, aki
akivel marha jókat lehet beszélgetni. Tudod, ez a ilyen mérsékelten szép lány, de jókat lehet dumálni vele, és ahogy dumálsz vele, úgy eljutsz oda, hogy hú, de megfognám neki itt meg ott, vagy érted, tehát közeledek hozzá szexuálisan, meg, mert úgy a beszélgetés közepette kialakul valami intellektuális vonzalom, ami átmegy egy ilyen szexuális vonzalomba, de aztán ott beüt a közgáz leszbi, tehát mit csinálsz? Ne csináld ezt, jó? Beszélgessünk tovább. Aha! Ilyennel találkoztam, én is egyetem alatt. Ilyennel találkoztam. Igen. Ugye? Ez a... Igen, pedig hogy... jól mondtad ezt a mérsékelten szépet, de szép, tehát valami miatt izgató, de nem az a bomba, de valami miatt, és akkor tetszik a nem azt mondom, intellektualitása, hanem tehát nem az intellektusa, a hanem... mélysége, ugye? Nem, hanem hogy máshol van ő. Tehát pont az ellenkező, mint a parti arc. Igen. És ez tetszik. Igen. Viszont ennek tényleg nem enged fogdosni, hogy a vokcit sem. Igen, tehát ez egy ilyen, hogy finoman, ön pénisztorlasz, vagy nem is tudom, hogy hívjam ez a izé. Hát tovább ne fogalmazd ezt. Aki érdekel. Kereshetnél tovább, de veszélyes lenne. Tudom, vékony jég. Anette, sikíts majd fel, hogyha felismered magad, jó? Igen, eddig még nem. Jó, oké. Okay. Nem? Jó. A zöld szemű szörny, hát ugye ez a rettenetes féltékeny. Ez volt. Egy bőrákony roconetre, tehát, hogy most megszólítottuk. ez gyűlöletes, ugye, mikor ilyen szembesítenek volt, és az, igen, hogy? Mikor szembesítenek bennünket a napi cselekedeteinkkel. Az elég kellemetlen. Nem, sokkal kellemetlenebb az, amikor szembesítenek azzal, amit nem követtél el. És gyakorlatilag az állandó kontroll az, ami tönkre vágja a kapcsolatot. Na, ilyenben volt részem. És ráadásul az olyan, hogy jó, hát azért némileg adtál rá okot, mondjuk, de azért nem mindig talált bele, és ez nagyon bosszantó. Amikor olyannal vádolnak, tudod, amikor van egy 99 megcsalás, és akkor jön a századikra, azt mondja, mi ez a prejudikálás? Nem is értem. Tehát, hogy folyton ez a feltételezés, amit meg sem tett az ember. Tehát ilyen volt. Uh-huh. Aztán van a pletyka királynő, akivel a kapcsolatod mindössze arról szól, egyébként ilyen alapon elég könnyű összejönni lányokkal, hogy osztályban is például ezekkel jössz össze először, akik állandóan intrikálnak a társaságban. Ez a, tudod, ez a bratis kodó, ez a, te figyelj, hallottál, hogy az a csaj ezzel, meg mit tudom én. És ez előbb-utóbb kialakulhat egy olyanná, hogy ti gyakran vagytok együtt, mert érdekel az információ, és ezért hát hogy is mondjam, egyszer csak valami kialakul ebből a másokról intrikázással. Viszont ez állítólag rosszabb, mint a zöld szemű szörny, mert az legalább veled foglalkozik, a féltékeny, de ez nem veled, ez mindig másokkal foglalkozik. Milyen igaz. Igen. Meg valószínűleg rólad is pletykál. No, na! Természetesen. Azonnal elmondja, hogyha együtt voltatok. Na, aztán ez egy érdekes kategória, nem tudom, ez ilyen találkoztatok én, akit anyát kívánna neked. Ez amikor először bemutatott a lányt anyádnak, és egyszer csak leválik rólad a csaj, és elkezd az anyád barátnője lenni, és olyan, mint hogyha az anyáddal is, hogy is mondjam, érted, együtt lenne, vagy nem tudom, tehát ez a, ezt elvesztettem, kész, ez kiesett az én bűnkörömből, és ezek azok a, ebbe apa is beletartozik, tehát ezek azok a párok, akik aztán, mikor kenyértörésre kerül a sor, tehát elszakadtok egymástól, még mindig visszajár a család. Igen. Tehát ez a... Ezt ők szándékosan csinálják? Tehát vagy valóban az anyáddal a szimpátiája erősebb, vagy szándékosan mindig az anyával barátkoznak össze, mert tudják, hogy az egy erősebb kapocs hozzád. Én szerintem először úgy alakul ki, szerintem, mert semmi logika nincs benne, ha egyszer veled akar járni, hogy meg akar téged tartani, és ezért egy erősebb kötelék reményében hozzákötődik a családhoz, ettől te ideges leszel, el akarod hajtani a francba,
de ő egyre többen, vagy egyre jobban forszírozza ezt a tevékenységét. Szövődik bele, hát közös programokat csinál anyával, te megérkezel igen. haza, és már rég ott ül, és anyáddal süt egy almáspitét. Úgy van. Fú. És ha te nem akarod, ezt akkor is van. Átlátszó stratégia. Igen. De minél inkább küzdesz ellenő, annál inkább küzd ezért, és próbál magához lehetszolni. És amikor szakítani akarsz vele, már anyádtól félsz. Persze, így van, igen. És akkor gyakorlatilag egyszer csak, mikor hazamész, megkérdezik tőled, hogy mit keresel itt, mit tudom én, és a mi lányunk azt mondta, hogy neked itt semmi keres. Költözzel. Igen. De szóval nem tudom, ilyen volt-e nektek, nekem ilyen nem volt. Gyurinak volt, aztán, azt mondta, igen. Igen? Igen, de aztán nem, azóta is összejár a család, de azóta is? Nem, dehogy is. Likvidáltuk. Ja, anyuval közösen elástátok a kertet. Na, aggodalmaskodó. Ő nem féltékeny, ő csak naponta felhív mondjuk 243-szor, hogy merre jársz, mit csinálsz, és hogy rendben van-e minden, vitte-e magad a kaját, működik-e az autód, van-e nálad csúszkulcs, persze itt ülök az autóban. Tehát Nem tudom, hogy a szülinaposnak vannak-e történetei ide. Tudtam, hogy rám gondolsz, de azért én nem vagyok zaklató. Nem. Tehát, hogy, de valóban én lehet, hogy így, amikor valakivel együtt vagyok, akkor ezt szívesen hívom fel, de én azt vallom, hogy egy kapcsolat arról szól, hogy bármikor tud bármivel. Igen, erről szól egy kapcsolat, bármikor tud bármivel. Felhívni. Igen, de feleslegesen is? Feleslegesen már nem volt idő, amikor feleslegesen hívogattam, de sokat tanultam tőletek az elmúlt években, és már nincsen. Én még azért a múlt héten is hallottam a szerkesztői szobában ilyet, de hát ez egy folyamat. Nem, okkal felhívni. Igen, de te oktalanul felhívni. Hello, hol vagy? Tehát, tényleg nincs már. De voltak olyan kapcsolataim, amikor voltam ez az aggodalmaskodó. Igen, akkor én. Igen. De hát igazából ez egy ilyen magányomozóba öltözött, burkolt, totál féltékeny. Csak nem azt mondja, hogy te rohadék megcsaltál, hanem azt, hogy hol vagy, és akkor ezeket rakod össze, ezeket a kis mozaik darabokat, hogy a hol vagyból, meg kivel, meg nem tudom, és egyszer csak előállsz valamivel. Igen, nem biztos, hogy egyébként én ilyen féltékeny típus voltam, de valóban, tehát hogy azért jó volt ezt néha tudni, hogy merre jár. Igen, nem amit én a netből tapasztaltam ilyen szempontból, amit hallottam így félfüllel, az nem ez a féltékenykedős, hanem tényleg aggódó. A kutya ülést berakta, de a kutyák jól utaznak-e, a kutyák ettek-e, a kutyák isznak-e, a kutyák ébren vannak-e. Van valami másfajta aggodalom nála? Én csak ilyet hallottam, de ez nem jelenti, hogy nincs más. De hát nem. De akkor aggodalmaskodó vagyok, tehát igen. Vokci, még egyet tudsz mondani az időnkből kifolyólag? Jó. Hát jó, gyorsan inkább felsorolom ezt a maradék hármat, jó? Van a hiszti királynő, ugye ezekkel többször szakít, aztán többször kezdesz újra, kiszámíthatatlan, iszonyatos, elviselhetetlen. Aztán van a menőcsaj. Megvan, azt vagyok én. Aki trendibb nálad, és ő átalakító típus, tehát egyből bemegy a gardrobod, vagy a ruhatáradba, ezt ne hord, ezt légy szíves. Tudod, mikor a kedvenc legjobb pólódat, amit 20 éve hordasz, azonnal kidobja a francba. De van, akinek ez nagyon jót tesz. Igen. Tényleg? Valaki szeretné is. Valaki talán szeretné is, de tényleg azért láttam már olyat, hogy valakivel össze, és akkor a csaj kezdte el diktálni egy picit a külsőségeket, igen. És sokkal jobban nézett ki a csávó. Tudod, új frizura, új izé, minden új rajtad, és teljesen ez jó, hát ja, van, akinek jót tesz, de azért a lelkednek nem biztos, hogy jót tesz, csak hogyha bejön mondjuk. Uh-huh. És a végé, az utolsó kategória, ez a világ szépe. Ez a tudod, amikor én nem is értem, hogy ez miért jár velem, ez annyira gyönyörű ez a csajta, jó Isten, de olyan uncsi! Ez is ismerős. Igen. Körülbelül. Vokcikát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Te melyik kategóriát látod Ildikóban? Én az összes egybe bele, tehát mindegyikből egy picért, tehát mint egy nagyon jó, egy csodálatos gasztró különlegessége, érzelmi gasztró, vagy személyiség gasztró különlegessége. Tehát azért ebből kell egy kicsi minden, mindegyikből, érted? Tehát, hogy ne legyen már aggodalmaskodó valamilyen szinten legyen, tehát azért érdekeljen valamilyen szinten, ha hazatelefonálok, hogy karamboloztam, és akkor azt mondja, hogy és...
Valami. Jaj, a kocsi. Mondjuk ezt most tapasztalatban mondtam. Na jó, a Vokcikám, nagyon szépen köszönjük, igen. Oké. Okay. Jó van, puszilunk, csőkutya, jó hétvégét, szia, szia! Papi nagyon kellemes nemzetközi nőnapot kívánok. Mindig napozott egyet. Még egyet, igen. Na jó, jövünk vissza. Hát persze, mi lenne a mai nap legjobb napja? Vagy mind legjobb pillanata? Hát természetesen, amikor egy órán keresztül vendégül láthattuk Korda Györgyöt és Balázs Klárit. Ezt nem hiszem, fél tíz elmúlt 8 perce. Már. Milyen SMS jött erre a dalra? Nézd meg, ezt felolvashatom, vagy na, nem? Na, megnézzük. Az a baj, hogy magasan van az inger küszöböm, tehát, hogy Lacika szerinted én olvassam fel? Nem, felolvassam. Nem kell, jó ez nekünk ide. Ne olvassam fel. Csak, nagyon, hogy valakiből ezt hozta ki a dal. Nagyon kéne. Nagyon kéne. Nincs benne csúnya szó, de na jó, nem olvassam fel, a biztonság kedvéért. Jó. Britney-től vágyik dolgokra. Na jó, de ezzel most hiába, ez így érdektelen. Igen. Na jó, akkor viszont legyen a mai nap legjobb pillanatai, Laci. Így van, mert az idei év az hát gyakorlatilag a Korda házaspárról fog szólni, ezért itt volt ma reggel velünk Korda György és Balázs Klári. Hát gyerekek, 10 óra lesz 7 perc múlva, két témába, tematikába lehet osztani a búcsú SMS-eket. Egyrészt Korda házaspár milyen fantasztikus volt, és hát ugye Anett boldog születésnapja. Köszönöm szépen. Rengeteg ilyen jött. Egy-kettővel búcsúzzunk. Azt mondja, hogy jó volt ez a hét, köszönjük, kedden gyertek, Öler és Hajni. Mai nap Anett irigylése méltó vagy, boldog születésnapot, kutyák nedves orra, kommunikatívabb, mint a mesterséges intelligencia, fiatalság, bolondság, azaz Viva Las Vegas díszpolgárság, és a nőket kizárólag az összes rossz tulajdonságaikért szeretitek. Boldog Pándorfot, puszi Évi! Köszönjük szépen, nagy kalandnak nézünk elébe ismét. Isten királyok, köszönjük nektek ezt a csodálatos hetet, ezzel a Balázs Korda blokkal feltettétek az íre a pontot, jó pihenés nektek hétfőn, nem megölni egymást, viszlát kedden 6-tól a 8. Dehogy is. Köszönjük, így van. Ez egy nagyon jó kis csapatépítés. Így van, jó lesz. Vegyük együtt, jó hangulatban nevetünk, megállunk majd itt-ott, lazulgatunk. Jó kis zenéket hallgattok. Így van, énekelgetünk útközben. Igen, aztán odaérünk. Így van, és a mi autónkban is vidámság lesz. Te a te autódban vidámság? Nem. Mert mi a Lacival megyünk és hallgatunk egy csomó vidám. Én hozok még valakit. Azt a mindenit. Meglepetés? Meglátjuk. Jó, de jó, figyú, értem, egy autóval megyünk, tudod, csapatévédés, de egyből, ahogy oda megyünk, ígérem, bemegyünk egyből a Melissa fürdősodat megvenni, meg a hablabdákat, meg az illatgyertyákat, meg minden. Nem fogom ezt a hülye bizét. Hablabda. Jó, ide jó. Hablabda. Hablabda. Ezt nem fogom hallgatni két órán keresztül, ezt a szörnyűséges humort. De fogom. Külön autóval. 10-15. Fogod, 10-15-kor találkozunk ott. Jó, ennyit. Megfejtetted, ki jön-e ma? Utánunk. Igen, most. Tudom, igen, tudom, nem, már. Meséld el. Leirer Timi érkezik. Honnan veszed ezt? Olvastam egy e-mailben. Olvasd már fel. Leirer Timi, péntek. Hát legyen így. Anett, még egyszer boldog születésnapot minden drága nőnek. Köszönöm. Aki hallgat bennünket, boldog nőnapot, és akkor valóban mi hétfőn ugye csajos buli Pándorfban, ez a mi kis, yes, privát ügyünk, és kedden reggel találkozunk 6:08. Ezt lehet. Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak már